Köszöntök mindenkit! Én Mihály György vagyok, a Fizikai Intézet igazgatója, és engem kértek meg, hogy nyissam meg ezt a rendhagyó fizikaórát. Ez a fizikaóra a 11-12. Évfolyamosok középiskolások számára szervezett tehetséggondozó mérési szakkör programjának a része. Ennek a vége felé járunk, októberben indult, februárig tart, és most egy olyan kísérletekkel telepakolt fizikaórát fogunk látni, ahol Hertlen Tarár úr bevezet minket a mágnesség témakörébe, elektromágneses jelenségek témakörébe. Kívánok mindenkinek jó tanulást és jó szórakozást! Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel mindenkit, tehát akkor a szokásainak megfelelően a kísérletek, amelyeket látni kell, című előadás kezdődik. Ugye már mondták, hogy én Hertlen Károly vagyok, és hát akkor a kísérletek, amelyeket szeretnék megmutatni, azok elsősorban anyagok mágneses tulajdonságai lesznek, és az indukció. Nos, a kísérletek közül, előtt egy kicsit egy ilyen rendhagyó kísérlet, ez egy, én csak úgy szoktam hívni, ez abba a kategóriába tartozik, hogy egy kicsit bevezessük, bemelegítsünk. A kísérlet, amit én összeállítottam, egy végtelen egyszerű kísérlet. Egy foglalatot látunk, egy E14-es foglalatot. Itt van 4 darab izzólámpa, 2 darab 230 voltos, 2 darab 24 voltos. Egy feszültségmérő műszert látunk, és ezek lesznek a mostani kísérletnek a főszereplői. A foglalatban becsavarok egy 230 voltos izzólámpát, 15 wattos. És nézzük meg, hogyha bekapcsoljuk, akkor mi az, amit megfigyelhetünk. Bekapcsolom, azt hiszem mindenki jól látja, hogy valamekkora fényességgel világít az izzólámpa, és a műszerről le tudjuk olvasni, hogy éppen 230 volt feszültség mérhető a két sarkán a lámpának. Ha most ezek után kikapcsolom ezt az áramkört, ugye életvédelmi szempontokból áram alatt nem szerelünk ilyeneket. A következő izzólámpa egy 24 voltos izzólámpa, és ugye az lenne a kérdés, hogy vajon amikor én ezt bekapcsolom, utána mi fog történni. Úgy is fogalmazhatnék, hogy mondjuk a bekapcsolás után egy kicsivel kiadna akár csak egy forintot is ezért a lámpáért. Hát akkor nézzük meg, a lámpa be van kapcsolva, be van tekerve, bekapcsolom, látjuk, hogy világít, a mutató csak egy nagyon kicsit tér ki, ezért, hogy jól meg tudjuk mérni, méréshatárt fogunk váltani, és akkor most 30 voltos méréshatárba mentünk át. Ha le akarjuk olvasni, akkor azt hiszem jól lehet látni, hogy egy 24 voltos feszültséget tudunk mérni a 24 voltos izzónál, amit érdemes megfigyelni, hogy a két lámpának a fény teljesítménye, tehát a kijövő fény, az megegyezik. Föl lehet tenni a kérdést, hogy vajon mi lehet ebben a ravasság. Az egyik lehetőség az, hogy valami fizikai csel van benne, a másik lehetőség, hogy a Műegyetem Fizika Intézetében ez a konnektor úgynevezett okos konnektor, amely okos konnektor hallja, amit én mondok, és annak megfelelően állítja be a feszültséget. Tehát akkor ja, ez a kérdés, hogy mire, hogyan lehet ezt megválaszolni. Általában, ha valaki a középiskolai fizikában szeretné elhelyezni ezt a dolgot, akkor azt kell mondjam, hogy egy viszonylag mostohán kezelt témakör magyarázatával lehetne ezt megadni, ugyanis, hogyha szeretnénk megérteni pontosan, mi történik, akkor egész kicsit a műszer mögé kell nézni. Itt a műszer mögött van egy doboz, és ez a doboz felelős mindezért. A dobozban mi van beszerelve, általában az első, hogy is mondjam, megfontolatlan gondolatok révén azt szokták mondani, hogy véletlenül egy áramgenerátor van bekapcsolva. Hát akkor azt kell mondjam, hogy ez az első felindultságból elkövetett magyarázat, ez természetesen hibás, hiszen ha megnézi valaki ezeket a dobozokat, amelyekből ezeket az izzókat kivettem, az egyik az egy 24 volt 15 wattos, a másik pedig egy 24 volt, rossz mondom, 230 volt 15 wattos izzó, tehát a két lámpa, ha ugyanazon teljesítmény, akkor esélytelen, hogy ugyanakkor árammal működjön. Azt láttuk, hogy nem feszültséggenerátor van, tehát akkor vajon mi lehet benne? Ha valakinek kedve lenne szétbontani, két dolgot találna benne egy transzformátort, és találna benne egy darab ellenállást.
A transzformátor és az ellenállás együttesen egy speciális áramforrást fog biztosítani, amely áramforrásnak egy sajátságos karakterisztikája van, a belső ellenállása úgy van kiválasztva, hogy ha ezt a két lámpát hozzákapcsoljuk, akkor a leadott teljesítmény éppen 15 watt lesz. És mindig az izzólámpának megfelelő feszültséget fogja ezt így megadni. Ha tényleg utána akarunk egy keveset mérni, akkor esetleg számolni is lehet, akkor ugye most kicsavarom az izzólámpát, és az izzólámpa kicsavarása után bekapcsoljuk a lámpát, vagy az áramkört, és azt hiszem jól lehet látni, hogy 271 nehány voltos feszültség van, ez az üres járási feszültség. Abban az esetben, hogyha emellé az üres járási feszültség mellé egy 230 voltos izzólámpát kapcsolunk be, akkor a 240 voltos vagy a 230 voltos lámpán esik a 230 volt, és az ellenálláson fog esni az a feszültség, ami a 270 és a 230 volt közötti érték. Abban az esetben, hogyha a 15 wattos 24 voltos izzót kapcsoljuk be, akkor ezen az izzón csak 24 volt fog esni, és az összes többi ezen a belső ellenálláson, aki odafigyelt, akkor az is látható, hogy amikor ezt bekapcsoltam, túlzottan sokáig nem volt bekapcsolva, hiszen ilyenkor az összes teljesítmény, ami ezen az ellenálláson esik, az mondjuk nagyságrendekkel, közel 200 watt, az ott abban a dobozban van, és rövid idő múlva egy kis füstöt okozna, tehát általában csak egy rövid időre szoktam bemutatni, tehát semmiféle okos konnektorról nincs szó, hanem pusztán fizika tudás. Úgyhogy ez volt az első kísérletünk. Ez csak egy olyan kis bemelegítő kísérlet, ami hát azért annyiban reménykedem, hogy egy kicsit szórakoztató volt, és akkor ezek után az asztal lecserélése után én szeretném megmutatni a anyagok mágneses tulajdonságával kapcsolatos kísérletet, amiket úgy ígértem is. Az anyagokról, hogyha osztályozni akarjuk mágneses szempontból, akkor három csoportba szokás az anyagokat csoportosítani. Az átlag ember csak úgy csoportosítja őket, hogy mágnesezhető anyagok és nem mágnesezhető anyagok. Most tulajdonképpen a nem mágnesezhető anyagok kategóriáját fogjuk egy kicsit tovább bontani. Amit ide elsőként, mint megvizsgálandó anyagot én fölfüggesztek, az egy üvegrudacska. Ez az üvegrudacska lesz a főszereplő. A másik főszereplő egy nagyon erős mágnes, amit itt látunk. Ennek a állítható pofájú mágnesnek a két pólusát, hogyha fél centiméter távolságra beállítjuk, akkor 7/10 tesla térerősséget tudunk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy egy meglepően nagy, úgy is mondhatnánk, hogy egy extrém nagy mágneses teret tudunk létrehozni. Ebben a térerősségben már az a nagyon gyönge kölcsönhatás is nagyon jól fog mutatkozni. Tehát én annyit fogok tenni, hogy az üvegbotot, amikor megnyugszik a lengése, beteszem mágneses térbe, így betesszük mágneses térbe. Ennek hatására szerintem jól látszik, hogy az üvegbotunk megváltoztatja a fölfüggesztésének a helyzetét, egész pontosan a tengelye egy másik irányt fog fölvenni, ez az irány pedig olyan lesz, tehát hogyha vesszük az üvegrudunkat, az üvegrudnak a hossztengelye a mágneses erővonalakra merőlegesen, diametrálisan fog beállni, ez a diametrális szóból kapták az anyagok a nevüket, az az úgynevezett diamágneses tulajdonság. Azt is megtehetjük, én azért várok egy picit a lengés lecsillapodjon, hogy szép lassan a mágnes patkót körbe fogom forgatni, és figyeljük meg, hogy a lengések valamilyen érték körül fognak mozogni. Ezek az érték, ami körül ezek mozogni fognak, azok pontosan a mágneses tengelyünkre merőleges irány körül fog mozogni. Tehát ha én elkezdem ezt szép lassan forgatni, szépen látszik, hogy körbe lehet forgatni, annak ellenére, hogy viszonylag ebben a kísérletben ugye az üveget tartó szál, cérnaszál lesz az, amelyik mint egy torziós rugóként működik. Ennek segítségével lehet szépen körbeforgatni. Szerintem mindenkit meggyőzhetünk arról, hogy tényleg egy úgynevezett diamágneses hatásról, diametrális beállásról beszélhetünk. Az üvegnek a diamágnesessége nem túl nagy, éppen ezért, hogy egy kicsit erősebb effektus láthassunk,
vizsgáljunk meg egy másik anyagot. A színfémek között a bizmut az, amelyik a legerősebben diamágneses. Ugye a bizmutot megtaláljuk az elemek periódusos rendszerében. Egy olyan fém, amiről érdemes megjegyezni, hogy nagyon passzív fém. Éppen ezért a legújabb kori alkalmazása, és egyben, hogyha valaki ezt a kisetet otthon megpróbálná megcsinálni, akkor tudom javasolni a bizmutot. Mert hogy először is nagyon könnyű önteni, 270 fokon ez a fém megolvad, és nagyon könnyedén folyik, könnyű önteni. És amit még érdemes két dolgot róla elmondani, az egyik az, hogy hasonlóképpen a vízhez anomálisan tágul, tehát amikor megfagy, akkor nem összehúzódik, hanem kitágul, majd hogyha valaki ilyen öntéssel foglalkozik, akkor azt lehet látni, hogy amikor az ember beönti valamilyen formába, nem így beszívódik a közepe, hanem ki fog csúcsosodni, és ez mutatja azt, hogy amikor kristályba rendeződik, akkor a térfogata a vízével megegyező módon meg fog növekedni. A bizmutról, hogy hogyan lehet hozzájutni, ez a másik dolog, hát senkit nem biztatok arra, hogy tőlem kérjem, mert én is már hiány vagyok, de viccet félretéve a vadászok használnak legújabban bizmutot, az ólomsörét helyett bizmutot használnak, mert az sokkal kevésbé szennyezi a környezetet. Ez azt is mondhatnánk, hogy valamire való a vadász, akkor az bizmuttal lövöldözik. És hát akkor most nézzük meg, szépen betesszük a pofák közé, azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy a beállás sokkal szigorúbb, úgy is mondhatnánk, hogy sokkal erősebb az effektus, és hogyha elkezdjük ezt szépen forgatni, szerintem gyönyörűen látszik, hogy az erős mágneses térben a beállás minden esetben ugye az erővonalakra merőleges, vagyis diametrális. Annyit szeretnék elmondani, hogy ugye itt nagyjából homogén mágneses teret hozzunk létre a két pofa között. A homogén mágneses térben a beállás az olyan lesz, hogy egy nyomaték fog ráhatni erre a testre, és ez a nyomaték fogja berendezni pont az erővonalakra merőlegesen. Abban az esetben, ha egy inhomogén térbe fogjuk betenni a diamágneses anyagot, akkor éppen ellenkezőt fogjuk tapasztalni, mint amikor egy mágnessel közelítünk vasreszelékhez. Ez ilyenkor egy taszító kölcsönhatást fogunk meglátni, tehát olyan irányba fog hatni rá az erő a diamágneses anyagra, amely a csökkenő térerősség irányába fogja elmozdítani. Tehát magyarul a diamágneses anyag az menekül a mágneses térből, hogyha egyszerűen szeretném megfogalmazni. A diamágnesességgel után pedig foglalkozzunk egy másik anyaggal. Amit én hoztam, az egy alumínium rudacska, egész pontosan ez egy alumínium cső, és még hogy a Foucault-féle örvényáramokról, amivel később beszélünk, ne kelljen számolni, még a palástja mentén hosszába föl is fűrészeltem. Tegyük be ebbe az ingába, és akkor ugye azt kell mondjam, hogy miközben itten vaksiskodok ezzel a vékony cérnával, ugye a kísérletünknek az egyik főszereplőre sokat nem beszéltem erről a cérnáról. Ez a cérna tulajdonképpen ez egy torziós szál. Ez a torziós szál az, amelyik, hogyha magára hagyjuk, akkor ez be fog állni valamilyen irányba. Ugye most a saját súlyától megpróbál kipörögni. Igen, hát ennyire érzékeny a torziós szálunk. Egy pillanat. Hát ezek azok a kísérletek, amelyiknél kapkodni nem kell. Jó, és akkor, hát igen, a cérnák azokat, látszik, hogy meg van sodorva, tehát ezt azt hiszem mindenki sikerült meggyőzni erről. Jó, és akkor most csináljuk azt, hogy beteszem a két pofa közé, és azt hiszem, hogy gyönyörűen fog látszani, hogy az alumíniumunk, egy picit lejjebb fogjuk kereszteni, az alumínium a két pofa között a hoztengelyével paralel, vagyis mondhatjuk, hogy paramágneses módon fog beállni. Ugye a két végéhez én most nem ér hozzá, még egy kicsit kiebb is nyithatjuk, mert most ez az effektus, ez már jóval erősebb. Abban az esetben, hogy én ezt elmozgatom, nagyon jól láthatóan együtt forog a mágneses térrel,
a paramágneses anyagok pontosan úgy viselkednek, mint a ferromágneses anyagok, leszámítva bizonyos nem lineáris dolgokat. Tehát az a lényege, hogy rájuk olyan erő fog hatni, hogy a növekvő térerősség irányba húzza, illetve a homogén mágneses térbe tesszük, akkor a hossztengelyük paralel fog beállni a mágneses erővonalakkal, és ennek eredményeként, hát látjuk ezt az effektust, szerintem nagyon jól lehet látni, hogy a körbeforgatás révén legyőzve a nyomaték a cérnának a mozgatását, hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szépen együtt forognak vele. Az átlag ember arra szokott gondolni, hogy mágneses tulajdonságot általában mindig csak szilárd anyagoknak szokott tulajdonítani. Hát a következő kísérlet most arról fog szólni, hogy ezeket a tulajdonságokat egy kicsit megpróbáljuk jobban körbejárni. Ahhoz, hogy egy folyadékot megvizsgáljunk, ahhoz egy picit átalakítom ezt a mágneses eszközt. Ugye ezt a mágneses pofákat egy olyan kúpos felülettel láttam el, ahol a mágneses erővonalakat egy sokkal kisebb térrészre fogja lokalizálni. Egész közel fogjuk tolni egymáshoz ezt a két pofát, azért, hogy a mágneses teret föl tudjuk erősíteni. Körülbelül ezen a részen olyan egy tesla térerősséget tudunk a két pofa között, a kúpos résznek a két része között létrehozni. Na most a folyadékról kéne beszélnünk. A folyadék az pedig egy nagyon hideg folyadék lesz. Kettő folyadékkal fogunk kísérletezni. Az első az cseppfolyós nitrogén lesz. Ahhoz, hogy ezt megnézhessük, cseppfolyós nitrogént töltök ebbe az edénybe. Ez az edény kettős falú üvegedény. A két fala közül kiszivattyúzták a levegőt. Ez csak azért, hogy ahogyan az egyik fizikakönyvben olvastam, hogy a termikus kölcsönhatás mértékét próbálják csökkenteni. Elrettentésként mondom, hogy egy hetedikes tankönyvben olvastam, hogy a termikus kölcsönhatás, rögtön a hőtan elején ebben kezdték. Szóval tulajdonképpen a megszerettetésnek ez egy másik dimenziója. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy amikor a szobahőmérsékletről, a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletére lehűl ez az edény, akkor kezdődhet a kísérlet. A cseppfolyós nitrogént fogom a pofák közé odaönteni, és megnézzük, hogy van-e valami effektus. Igen, én itt hoztam ide egy ilyen kis... Így is van. Ide szépen fölrakjuk ezt. Így talán mindenkinek kényelmesebb lesz, még neked is kényelmesebb lesz kamerázni. Ide öntöm a pofák közé, és azt hiszem, hogy jól lehet látni, hogy a cseppfolyós nitrogén a beöntés hatására a pofák között nem maradott. Hogyha tudnánk egy pici ingát oda beletenni, vagyis azt megtölteni, akkor pedig azt látnánk, hogy hasonlóképpen, mint a bizmut, hasonlóképpen, mint az üveg, ez is diamágneses tulajdonsággal bír. Tehát ha csak beöntjük, akkor olyan erőhatás hat rá, amelyik eltántorítani igyekszik. Mivel, hogy ez nem túl nagy, ezért a szabades is, ugye amikor kijönti az ember, hogy szabadon esik ez a folyadék, hát emellett a szabades is mellett eltörpül ez a jelenség. Nem így a következő folyadéknál, amely egy speciális, különleges edényben fog, edényen kívül fog megszületni. Én szerettem az egyszerű eszközöket, főleg azért, mert nem sokat kell róluk utána magyarázni. Akarom mondani, hogy ha be akarom mutatni őket, akkor magyarázat nem sok kell. Ez egy egyszerű alumínium edény. Öntsünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént. És a cseppfolyós nitrogént, amikor beleöntöm, akkor elkezdődik a hűlés. A cseppfolyós nitrogén lehűti az edénynek a külső felét, és amikor az edény külső fele elér egy kritikus hőmérsékletet, akkor ez az edény meg fog nedvesedni. Azért jövök ide előre, hogy mindenki jól láthassa. Jól mutatom? Tehát azt kell majd megnézni, hogy először egyre halkabban és halkabban zúg ez a folyadék ebben az edényben. Egyszer csak fölerősödik ez a zúgás-búgás, és akkor az aljától elkezdődik egy nedvesedési folyamat, szerintem ez itt gyönyörűen látszik, és ezzel egy időben ez a folyadék elkezd lefelé folyni. Erre a folyadékra lesz nekünk szükségünk, ezzel a folyadékkal fogunk kísérletezni, hozzáöntöm még a maradék cseppfolyós nitrogént, tehát ez egy előhűtött edény, és akkor ezt a folyadékot
itt fölötte, belecsöpögtetjük az edénybe. Hát, hogyha szeretnénk konkrétan leírni, hogy mit látunk, akkor azt látjuk, hogy egy desztillációs folyamatot látunk. Van egy edény, amelynek a hőmérséklete 77 Kelvin, vagy a körül, és erre valami lecsapódik. Teljesen hasonlóan viselkedik ez a jelenség, mint amikor az ember így télen bemegy egy fürdőszobába, és a hideg fürdőszobában a hideg tükörre a levegő páratartalma kicsapódik, és ugye szép lassan, ha nagy mennyiség van, akkor le is folyik. Ugye láthatjuk, hogy az így összegyűlő folyadék, az teljesen más, mint a cseppfolyós nitrogén. Itt most fehérnek látjuk, nagyobb mennyiségben türkiz színű lenne ez a folyadék. Szerintem mindenki tudja már, aki itt ül, vagy ha nem, akkor a levegőnek az egyik alkotó része lesz az, ami itt lecsapódik. Ugye a levegőnek a legnagyobb része a cseppfolyós, vagy a nitrogén, ugye amiben az edényt hűtöttük, tehát akkor ez véletlenül nem nitrogén lesz. Az ezután következő összetevő az az oxigén, és az oxigénről tudjuk, hogy 13 fokkal magasabb hőmérsékleten kezd cseppfolyósodni, tehát tulajdonképpen tetten értük, itt ennek az edénynek az oldalán, ahol megnedvesedik, a levegőnek az oxigénje, hát ha úgy tetszik, desztillálódik, tehát cseppfolyós oxigénhez jutunk. Erről a cseppfolyós oxigénről olvastam, hogy ez paramágneses tulajdonságú, tehát hogyha erős mágneses térbe beöntjük, akkor a ráható erőhatás ott fogja tartani. Azt hiszem, hogy ott is érdemes figyelni, a hátulülők talán még ott látják majd a legjobban. Öntjük a cseppfolyós nitrogént, és a pofák között azt hiszem nagyon szépen láthatóan ott marad. A cseppfolyós oxigén paramágnesességét figyelhetjük meg. Az a helyzet, hogy megnézhetjük többször is. Általában a fizikai kísérletektől elvárjuk, hogy megismételhető legyen, hát akkor most, amíg van még, addig ismételgessük, és csodáljuk azt, hogy egy folyadék mágneses térben a folyadékra erő foghatni, és ráadásul ez az erő ott tartja azon a téren, ahol a mágneses térerősség a legnagyobb. Na tehát akkor ez megvan. Régebben csináltam olyasmit, hogy megpróbáltuk igazolni, hogy ez cseppfolyós oxigén. Hát általában akkor mindig megkértem a jelenlevőket, hogy egy szál cigarettával segítsenek, és az oxigénbe beáztatott cigarettával bizonyítottuk. Hát ez egy 30 000 forintos kísérlet lenne, hogyha jönne a dohánykommandó, tehát ezt most ebbe a formába kihagyjuk. Ugye a cseppfolyós oxigén paramágnességét is megnéztük, és akkor most tulajdonképpen át fogunk az anyagok egy másik részére csatolni, mivel hogy erre a teáskannára még lesz szükségünk, és nem ilyen hideg állapotban, ezért kiöntjük belőle a cseppfolyós nitrogént, így, hogy erre neki még szükségünk lesz, ide kiteszem száradni, így. Tehát a ferromágnességgel kapcsolatos kísérletekkel szeretném folytatni a kísérleteinket. A ferromágnességgel kapcsolatosan ugye az egyik olyan, hogy az anyagok, a ferromágnesek ugye hasonlóképpen viselkednek, mint a paramágnesek, csak a kölcsönhatás 10 000-szer, 100 000-szer, akár milliószor nagyobb is lehet. Akkor nézzünk erre egy kísérletet. A kísérlet úgy fog kinézni, hogy itt van egy inga. Ez az inga egy darab drótból áll. A darab drót végén itt van egy ilyen anya, ilyen csavaranya vasból, és itt lóg rajta egy mágnes. Ennek a végére fogjuk föltenni ezt a nikkel golyót. Ez a nikkel golyónak a magasságát én úgy fogom kiválasztani, hogy a mágnes éppen még emelje ki ebből a fészekből. Tehát ez azt jelenti, hogy szép lassan beállítjuk abban a magasságba. Tehát leellenőrizzük, hogy betesszük ebbe a fészekbe, és akkor azt hiszem kicsit lejjebb kell engedni. Ígyni. És akkor még egyszer ellenőrizzük, hogy a kísérletünk jól van beállítva. Tehát azt hiszem jól lehet látni, hogy ebből a fészekből minden esetben ki fogja a mágnes rántani ezt a nikkel golyót. A nikkelről annyit kell tudni, hogy amikor elkezdjük melegíteni, akkor a melegítés hatására elveszti ferromágneses tulajdonságát, és belőle paramágnesé válik. Ebben az esetben a mágnes már nem tudja fölemelni, amikor ferromágneses, akkor pedig föl tudja emelni. Na most melegíteni fogjuk a
a golyót. A kísérletnél, amikor az ember megcsinálja, akkor érdemes óvatosan eljárni. Igen. Ahogy elnézem, a gravitáció nem hagy ki, és a nikkel hozzá jellemző módon elég rugalmasan pattog. Tehát szépen meg fogjuk melegíteni, körülbelül a vörösizás hatásáig föl tudjuk ezzel a lánggal melegíteni, akkor biztosan magasabb hőmérsékleten lesz, mint az ő Curie hőmérséklete. Ugye a Curie hőmérséklet az anyagoknál az a hőmérséklet, ahol ferromágnesből paramágnesbe megy át. Ez mondom 360 fok a nikkel esetén. Annyit kell tudni róla, hogy minden anyagnak más és más. Acél esetében például 911 fok, és a Curie hőmérséklet különböző ötvözetek esetén meg nagyon széles tartományban beállítható, adott esetben meg lehet tervezni. Tehát a Curie hőmérsékleteknél a fémeknek, hogy be tudjuk állítani, hogy milyen hőmérséklet, abból nagyon jó ipari alkalmazást lehet csinálni, hőmérséklet szabályzókat lehet ebből csinálni. A hőmérséklet szabályzás pedig annyira fontos, annyira precíz lehet, hogy akár egy fok pontossággal lehet dolgokat beállítani. Tehát azt hiszem jól lehet látni, hogy most már a golyónk ezüstösen, vagy vörösen izzik. Most arra kell csak odafigyelni, hogy itt minden meleg, és ami meleg, azt jobb, ha eltesszük a kezünk ügyéből. Alá tesszük a mágnes alá, és azt hiszem mindenki látja, hogy kölcsönhatás nincs. Annyit megtehetünk, hogyha meg akarjuk figyelni, egy egész picit meglököm, csak azért, hogy egy picit imbolyogjon, és azt fogjuk tapasztalni, hogy ha rátettem erre a réz, vagy sárga réz tartóra, a sárga réz tartóval megint termikus kölcsönhatás van, elkezd hűlni a golyó, és amikor a 360 fokot eléri, akkor egész egyszerűen a mágnes föl fogja emelni, tehát tulajdonképpen a Curie féle hőmérsékleten átlendül, alá kerül, ferromágnessé válik. Ezt onnan lehet látni, hogy egy picit az átalakulás hőmérséklet környékén kicsit gyorsabban fog az inga járni. Pillanatokon belül meg fog ez történni. Azt hiszem, hogy mindjárt látjuk is. Tehát itt van az effektus, tehát a Curie hőmérsékletre volt egy példa. Azt szeretném mondani, hogy az anyagok mágneses tulajdonságával kapcsolatosan, mikor az ember megnézi, hogy mitől lesz ferromágneses az anyag, és a ferromágneses anyagot hogyan kell nagyjából elképzelni, akkor ugye, ahogyan a fizikusoknál a szokás, állítunk egy modellt, mi a Weiss-féle modellt fogjuk most megnézni, és ezt, hogy ezt meg tudjuk érteni, ezért egy picit átrendezem itt a terepet. Azt mondja, hogy csinálunk itt egy kis helyet a vetítőnek, és akkor meg fogunk nézni egy olyan modellt, amit valóságban meg is lehet építeni. Tehát ez azt jelenti, hogy az a modell, amit építettünk, az a modell az megépíthető, és megnézzük, hogy úgy működik-e, hogy nagyjából mi elképzeltük. Maga az eszköz két plexilemez között számtalan sok kis iránytű van elhelyezve. Úgy van elhelyezve, hogy az iránytűk közötti kölcsönhatás az már nem elhanyagolható, tehát valamiféle kollektív viselkedést fognak produkálni. Egy kicsit lejjebb veszük a fényerősséget, hogyha minden igaz, akkor ez itt mindjárt megy lefelé. Na, igen. Jó. És akkor ide tesszük ezt a mintát, és akkor amit érdemes megnézni, hogy azt látjuk, hogy az iránytűk úgy vannak megcsinálva, hogy mindegyik mutatja, hogy ő melyik irányban mutatna, észak irányba. Ha megnézzük ezt a mintát, akkor az első dolog, amit érdemes észrevenni, hogy egymástól periódikusan helyeztük el ezeket egyenlő távolságokra, vagy egy egyenes mentén, és ezek az egyenesek menten utána, ha ebbe az irányba folytatjuk, abban az esetben is egyeneseket fogunk, ugyanazt a távolságot fogjuk találni, tehát az egység cellánk az egy ilyen négyzet lesz, még akkor is, hogyha egy kicsit az ember szemét ezek az iránytűk attól függ, hogy állnak egy kicsit megvezetik, tehát ez a köbös kristálynak a szerkezetét mutatja. Azt láthatjuk, hogy ahogyan én kivettem a tokból, és elkezdtem föltenni az írásvetítőre, akkor vannak olyan részecskék,
amelyik ugye ebbe az irányba mutatnak, tehát különböző irányokba fognak mutatni. Találhatunk olyan tartományokat, például itt van egy olyan, ami ebbe az irányba mutat. A közvetlen mellette levők, ugye ez itt végig mind ugyanabba az irányba mutat, tehát akkor ezt a részt, amit itt látunk, azt elnevezhetjük egy olyan tartománynak, amelyben az iránytűk mind egy irányba mutatnak, tehát a rendezettség, a mágnesezettség az egy irányba mutat. Ezeket úgynevezett doméneknek szokás hívni, ezeknek a doméneknek a mozgását, illetve a tulajdonságait különböző mágneses terekben, ha elkezdjük vizsgálni, akkor megérthetjük a ferromágneses anyagok működését. A ferromágneses anyagok működését úgy fogjuk megérteni, hogy kívülről egy mágneses teret fogunk erre az anyagra rátenni, tehát itt a kezemben egy nagyon erős mágnes tartok, és ezzel a mágnessel fogunk ebből az irányból, tehát ebből az irányból közelíteni hozzá, és akkor azt fogjuk megnézni, hogy mi az, amit az írásvetítőn látunk. Ugye azt lehet látni, hogy ha most én közelítek, tehát ebből az állapotából egy kicsit közelebb megyek, akkor lesz például, érdemes majd megnézni ezt a kis tűt, ahogy közelítek, elkezd szép lassan elfordulni, tehát elkezd elfordulni, ha távolítom, akkor pedig visszaáll az eredeti állapotába, tehát a felmágnesezésnek az első szakasz, ez úgynevezett reverzibilis szakasz lesz. Ez azt jelenti, hogy ha visszamegyünk az eredeti értékre, akkor az eredeti állapot fog beállni. Természetesen lehet látni olyan részeket, amelyek beállnak egy olyan irányba, amelyet a külső mágneses tér próbál ráerőltetni, és ez azt jelenti, hogy azok a domének fognak hízni, amelyik abba az irányba mutatnak mágneses teret, ahogy a külső mágneses tér jelen esetben az irányt, ahogy a mágnesünk próbálja létrehozni, és akkor nagyjából, ha ebbe a távolságba eljutottunk, tehát itt éppen az írásvetítő szélén, azt látjuk, hogy telítésbe ment a vas, minden egyes iránytűnk egy irányba mutat, tehát ez azt jelenti, hogy fölmágneseztük ezt az anyagot. A fölmágnesezés után, ha megszüntetjük a mágnesezettséget, a külső mágneses teret, akkor két dolog lehetséges. Az egyik dolog az, hogy így marad, ahogy látjuk, és ezeket az anyagokat, amelyek a külső mágneses tér megszűnte után mágnesesek maradnak, ezeket kemény ferromágneses anyagoknak szokás hívni. Abban az esetben, hogyha a kemény ferromágneses anyagokkal ellentétben a külső tér megszűnte után a hőmozgás képes arra, hogy ezeket a doméneket összezavarja, és akkor a kifelé már nem fog mágneses tulajdonságot mutatni. Mutatom itt a modell arra, hogy a hőmozgás hogyan zavarja ezeket össze, és azt hiszem jól lehet látni, hogy most már kifele nézve megint, hogyha összegeznénk, akkor kifele nézve nem mutatna mágneses tulajdonságot. Érdemes megnézni a kísérletet még egyszer, tehát fölmágnesezzük ezt a részt. Ugye megvan a reverzibilis és az irreverzibilis részt, elítésbe vittük, és akkor ezek után most azt fogjuk csinálni, hogy a külső mágneses tér irányát megfordítjuk, és egyre nagyobb és nagyobb értéket fogunk létrehozni. Az egyre nagyobb és nagyobb értéket, hogy létrehozzuk, akkor azt látjuk, hogy egyszer csak ilyen nagyjából lavinaszerűen átbillen az egész. Tehát ilyen hirtelen nagy átfordulásokat lehet produkálni. Egy Barkhausen nevű ember, egy német fizikus volt az, aki ezzel a jelenséggel foglalkozott. A Barkhausen-féle zajnak, vagy Barkhausen-féle effektusnak hívjuk, amikor a külső mágneses tér pontosan szembe mutat az anyagunk mágnesezettségével, és ilyen hirtelenen lavinaszerű átborulások vannak, akkor az anyag körül a mágneses tér megváltozik, és ennek a megváltozásában, hogyha például tekerünk egy mágneses induktós tekercset, akkor ott feszültséget lehet mérni, és erre szeretném megmutatni a Barkhausen effektusról szóló kísérletünket. Hogy át lehessen látni itt mindent, ezért egy picit rendet fogok rakni. Annyit teszünk, hogy csak az marad az asztalon, ami ide fontos. Jelesül egy kötőtű, egy lágyvasas kötőtűt látunk. A kötőtűnek a közepén, ezen a részen elhelyeztünk egy indukciós tekercset, és az indukciós tekercs két végét a terem hangosításához hozzá kötöttem. Ha most bekapcsoljuk az erősítőt, akkor azt fogjuk hallani, hogy a terem hangosításnak van egy alapzaja. Ez egyrésztől is mutatja, hogy ez nem mai darab, ez a teremhangosítás. De az a lényege a dolgoknak, hogy most egy mágnes segítségével majd
meg fogjuk tenni, hogy átmágnesezzük ezt a kötőtűt. Ugye az egyik lehetőség, hogy mondjuk a déli pólusával ide közelítek, és amikor átfordítom, akkor egy sistergő hangot hallunk. Tehát itt azt is megtehetjük, hogy itt mozgatjuk. Ebben az esetben is lehet a sistergést hallani, és ez a sistergés nem azért van, mert hogy ilyen gyorsabban, lassabban csám, maga a hangot, hogyha elemeznénk ilyen spektrumanalízissel, akkor azt tapasztalnánk, hogy ennek a spektrumanalízissel a mágneses átbillentéstől nem függ, tehát hogy milyen gyorsan közelítem, távolítom a mágnest, hanem ez egy anyagi jellemző. És azt is észrevette, éppen Barkhausen volt, aki észrevette, hogy ez az anyagi jellemző, ez erősen függ a mechanikai igénybevételtől. Tehát ez azt jelenti, ha most lenne arra módunk és lehetőségünk, hogy meghúznánk ezt valami nagy súlyt, ráakasztanánk a két végére, és megint átmágneseznénk, akkor a Barkhausen effektusnak, ez a sistergésének az összetevői megváltoznának, más lenne a frekvenciája, és ennek a frekvenciának a megváltozásából tulajdonképpen roncsolásmentes anyagvizsgálatot lehet készíteni. Képzeljük el, hogy van egy anyagunk, szeretnénk megtudni, hogy van-e benne repedés, ugye, akkor az annyit kell csak tennünk, hogy az anyagot megterheljük, megnézzük, hogy mekkora a mechanikai stressz hatásra a Barkhausen effektus változás, és ebből meg lehet mondani, hogy mekkora mechanikai feszültség keletkezett. Abban az esetben, hogyha van egy repedés, vagy egy zárvány, vagy bármiféle anyaghiba ebben az anyagban, tehát abban a termékben, akkor a mechanikai feszültség sokkal nagyobb lesz, és ezt ki lehet mérni a Barkhausen effektus segítségével. Tehát tulajdonképpen egy roncsolásmentes anyagvizsgálat, amit azért gondoltam itt mindenképpen elmondani, főleg azért, mert nem is középiskolás tananyag, hogy azért lássuk azt, hogy a fizika tudás az nem öncélú, hanem általában beépül a tudásunkba, a mindennapi életünkben, az mindennapi életünket a fizika tudás kényelmesebbé, hogy mondjam, emberszabásúbbá teszi. Tehát a fizikát nem azért tanítunk, hogy tulajdonképpen egyes emberek adhassanak ok nélkül vagy okkal egyest, meg hogy embereket megszégyeníthessenek, hanem effektíve ebből a társadalmunknak haszna van. Van még egy másik modellünk, és akkor egy pillanatra térjünk még ide vissza. A másik modellünk, és ugyanígy néz ki, két párhuzamos lemez közé meg annyi kis iránytűt raktunk be, és ezek az iránytűket, ha megnézzük és kivetítjük hasonlóképpen az ábrát, akkor egy picit látjuk, hogy ennek más az elrendezése. Ha megnézzük, akkor ezek a távolságok, ezek megint megegyeznek, és hát, hogyha megnézzük, akkor erre merőlegesen valami más látunk. Ha valakinek jó szeme van, akkor itt azt láthatja, hogy egyenlő oldalú háromszögeket tudunk ráilleszteni ezekre a pontokra, illetve a jó szemek még azt is láthatják, hogy egy hexagonális kristályrácsnak a modelljét látjuk. Ugye három darab, tehát hat darab egyenlő oldalú háromszögből egy hatszög kristály kijön. Na és hát akkor ami miatt ezt szeretném megmutatni, hogy ez egy kicsit másképpen viselkedik, mint az előző modellünk. Próbáljuk meg ezt is fölmágnesezni. Ahogy közelítek hozzá, a szem nagyon szépen látszik, hogy majdnem nagyjából hasonlóképpen viselkedik, és ebből a távolságból, ugye még az írásvetítő széléig éppen most kezdek elérni a mágnesünkkel, telítésbe tudjuk vinni, és azt is látjuk, hogy az összes iránytű egy irányba mutat. Ha most ezek után megszüntetjük a rendezettséget, és elfordítom 90 fokkal, tehát ugye ebből az állapotából, ebbe az állapotában én lefordítottam, és megpróbáljuk ismételten fölmágnesezni, akkor egy érdekes dolgot figyelhetünk meg. Az iránytűk már ebből a távolságból megmozdulnak, és szépen kezdenek beállni, és hogy a beállás révén, hogy közelítünk egyre jobban, azt hiszem mindenki látja, hogy még mindig lényegesen közelebbre megyünk, mint az előbb, és még mindig nem tudjuk telítésbe vinni. Ha a külső mágneses teret megszüntetjük, akkor azt látjuk, hogy nem a külső mágneses tér irányába állnak ezek be, hanem valami olyan, amit ők jobban szeretnek. Ugye ez abból fakad, hogy ez a kristály egy kicsit másképpen működik, úgy lehet mondani, hogy anizotróp piát lehet mutatni, tehát az egyik irány és a rámerőleges irányban másképpen lehet fölmágnesezni. Az egyik esetben ugye az első esetben, amikor ez az előbb 90 fokkal elfordítva volt, akkor viszonylag kicsiny
külső mágneses tér hatására már fel tudjuk mágnesezni, és akkor ez megszűnte után ez úgy is fog állni, ahogyan eddig ráöltettük. Míg hogyha elfordítjuk 90 fokkal, akkor a külső mágneses tér sokkal nagyobbnak kell lenni, hogy telítésbe tudjuk vinni, nem is biztos, hogy telítésbe tudjuk vinni, és a külső mágneses tér megszűnte után beáll egy olyan irányba, amit ő jobban szeret. Tehát úgy mondjuk mi fizikusok, hogy vannak mágnesesen könnyű irányok, és mágnesesen nehéz irányok. Ezt ez a minta nagyon szépen mutatja. Most egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, mert hogy a mágnességről most már sok mindent tudunk, a ferromágnességről. Hallottuk a Barkhausen effektust, láttuk azt, hogy hogyan mozognak ezek a domének, hogyan híznak, hogyan fogynak. Összeállítottam egy eszközt, amelyben viszont egy valóságos modellről szeretnénk megnézni, hogy hogyan működik, addig, ameddig nem ismerjük az eszközöket, addig ne kezdjünk mérésben. Tehát én nekem az a mániám, hogy szeretném megmutatni, hogy pontosan mi az, amit látunk, mi az, amit szeretnénk megfigyelni. Hát a főszereplőnk jelen esetben ez a mikroszkóp, és ennek a mikroszkópnak itt a lencséje alatt található egy minta, egy gránit, egy 30 mikron vastagságú gránit minta, ami ferrimágneses anyag, antiferrimágneses anyag. Ez azt jelenti, hogy a csiszolást úgy végezték el, hogy az ott levő vékony rész ez átlátszik, és az átlátszóságnál az összes domén vagy függőlegesen fölfelé mutat, vagy függőlegesen lefelé mutat. Ez a lényege. A domének önmagától nem láthatóak. Láthatóvá úgy lehet tenni, hogy a gránit minta fölé és alá keresztezett polárszűrők közé tesszük be. Így a keresztezett polárszűrőknél az egyik esetben a mágnesesen fölfele mutatót mondjuk világosabbá teszi, és a mágnesesebben lefele mutatót pedig sötétebbé. Tehát ha most ránézzünk a mikroszkóp képére, azt szerintem pillanat, azt hiszem az itt látható, akkor azt látjuk, próbálunk egy picit állítani rajta, egy mintázatot kéne látnunk, és ez a mintázat, bocsánat, tehát azt hiszem jól látható, oké, okay. Ilyen van, tehát pillanat, állítunk egy keveset állítunk rajta, sajnos a fényerő szabályzója saját magát becsapja ennek, azt hiszem, hogy most már ez gyönyörűen látszik. Tehát itt van ez a minta, ez a sötét, ez mondjuk függőlegesen lefelé mutató mágneses domént mutat, ez a világos pedig egy függőlegesen fölfelé mutatott. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a sötét-világos tartomány az azonos területű, kifelé nézve a minta nem mutat mágneses tulajdonságot. A minta körül van egy 300 menetes tekercs, amely ugye, így áll a minta, így van megtekerve a tekercs. Abban az esetben, abban a tekercsben áramot fogunk folyatni, akkor vagy függőlegesen fölfele, vagy függőlegesen lefele irányuló mágneses teret fogunk tudni létrehozni. Az egyik esetben az egyik, a másik esetben pedig a másik doméneket tudjuk majd segíteni. Itt van egy elrendezés. Tehát van egy áramerősségmérő, ezzel az áramerősségmérővel fogjuk tudni mérni azt az áramot, amely a tekercsben folyik, ami azt jelenti, hogy a külső mágneses teret fogjuk tudni megmérni. Azt is tehetnénk, az előbbiekben úgy mérhettük a mágneses, hogy kezemben volt a mágnes, és közelítettem, és megmérhetnénk a távolságot, most pedig a gerjesztő áramot fogjuk tudni megmérni ezen. Itt van egy olyan áramköri elem, amely korlátozni fogja az áramot, tehát az nem szerencsés, hogyha egy megadott érték fölé megy, de betettem egy olyan ellenállást, ami áramkorlátozó. Itt van még egy irányváltó kapcsoló, ami azt jelenti, hogy egy kapcsolással át tudjuk váltani az áram irányát, és a mérőműszerünk után van, tehát igazából a mérőműszerünk mindig az áramerősség nagyságát fogja mutatni. Tehát ha most elkezdem növelni a mágneses teret, most érdemes ide nézni a monitorra, és a másik szemünket pedig érdemes ennek a mérőműszernek az értékén tartani, és azt hiszem jól látszik az, hogy egyre növelem az áramerősséget, és a vörösebb, tehát a sötétebb tartomány az elkezd csökkenni, a világosabb hízik, és egy darabig
megmarad a mintázat, csak a fal vékonyodik. Ha visszamegyünk az eredeti állapotra, akkor visszajutunk ugyanabba az állapotba, ahonnan elindultunk, tehát gyakorlatilag a reverzibilis szakasz határán voltunk, körülbelül olyan 2/10 amper áramerősségnél jártunk, tehát körülbelül 1/2-nél, szerintem ez itt nagyon szépen látszik, és amikor úgy elvékonyodnak ezek a tartományok, akkor egyszerűen csak fogják magukat, hogy a falak is becsukódnak. Na ez a becsukódás, ez már irreverzibilis lesz, szerintem ez szépen látszik, elkezd becsukódni, egyre kisebb és kisebb a sötét tartomány, még nem a legvégén teljes egészében a mintát telítésbe tudjuk vinni, és most az egész minta egy irányban át van mágnesezve, telítve. Amikor kikapcsoljuk a mágneses teret, ahogy csökken a mágneses tér, egyszer csak megjelenik a mintázat, de ha valaki jó megfigyelő képességű, láthatja, hogy nem ugyanaz a mintázat jelent meg, mint előbb, hanem egy valami másmilyen, az viszont elmondható, hogy most is a sötét világos arány pontosan ugyanolyan. Az irányváltó kapcsoló segítségével változtassuk meg a mágnes, tehát a mintánkban, a tekercsben az áram irányát, és akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy most a világosak fognak becsukódni, és a sötétek kezdenek hízni, egyre nagyobb és nagyobb lesz a sötéteknek az aránya. Hát igen, és amit látjuk, hogy megkezdődik a falaknak a becsukódása, míg nem a minta teljes egészében telítésbe megy. Amikor ez megvan, akkor ugye látjuk, hogy a külső mágneses tér az körülbelül 4/10 amper, ahogy csökkentjük a mintázat, vissza fog térni az eredeti állapotába, tehát tulajdonképpen egy valóságos mágneses domén mozgást figyelhetünk meg a mikroszkópunk és a vetítőnknek a segítségével. Azt hiszem, hogy ez, hogy is mondjam, tehát láttunk mintát, tehát viselkedni, hogy hogyan mágneses térben hogyan viselkedik. Van egy elképzelés, amit meg lehet építeni, hogy a fizikában ez egy nagyon fontos dolog, hogy modellt építünk, és aztán megnézzük a modellünk, hogy viselkedik, és egy valóságos jelenség megfigyelése teszi az egészet teljesen képbe. Azt hiszem, hogy most még egy kicsit puskázok, hogy ne maradjon ki semmi a mágneses dolgokból, de tudom, hát az összefoglalás az mindig nagyon fontos. Hát amikor tanítunk, van pedagógia is, és akkor foglaljuk össze ezeket a dolgainkat, és akkor a főszereplőnk, itt van egy iránytű, itt a műegyetemen azt elmondhatjuk, hogy nagyon sajátságos helyzetben vagyunk, nagyon jó helyzetben vagyunk, ugyanis amikor megtervezték ezt az épületet, akkor egy olyan könyv volt a tervezésnek az alapja, amit egy Weinhof nevezetű német fizikus írt. A fizikai kísérletek gyűjteménye, amit ő írt 1881-ben, első fejezete abban foglalkozik, hogy hogyan kell épületet tervezni fizika tanítására. Ez az épület minden egyes mondatát, hogy is mondjam, követi, és éppen ezért a teremnek a falai, az ugye az déli, az északi, az nyugati, ez pedig kelet, és egy fok pontossággal a földre az irányba. Tehát, hogyha az iránytűt letesszük, akkor ez pontosan úgy fog állni, hogy párhuzamosan a táblával. De nem csak ez az egy dolog, hogy az iránytű így álljon, hanem például az optika tanítása nagyon célszerű, mert az egyik oldalon szinte mindig süti a nap, és ott a napból be lehet csatolni, és a másik oldala még sötétebb, ott pedig a megfigyeléseket lehet végezni. No, tehát a főszereplőnk egy iránytű, és itt van nekünk egy mágnesünk. Ez lesz a másik főszereplő. Ezt a mágnest megnézzük, hogy milyen kölcsönhatással van az iránytűbe. Látjuk, hogy itt van ennek a kék pólusa, meg ennek a kék pólusa. Közelebb viszem, és amint látjuk, sem a kék, sem a piros pólusával nem fog kölcsönhatni. Megnézhetjük ezt, hogy hogyan viselkedik, hogyha a másik pólusával kísérletezünk, ezzel sem működik. Tehát akkor erről elmondhatjuk, hogy ez egészen biztosan nem mágnes. De hogyha az ember kellően ügyes, akkor szerintem keresek magamnak egy jó alanyt, de csak egy kicsit közelebb kérlek, abszett te leszel itt, tehát tudod, hogy azt vettem észre, hogy a te fejed körül van egy speciális aura, és hogyha ebbe az aurába így megkörözzük ezt a vasrudat, akkor talán lesz kölcsönhatás. Nézzük meg. Azt hiszem, hogy tényleg jól működik, mert mind a két pólusát, az északit is, meg a délit is vonza. Tehát megtaláltam magamnak a jó szemét.
És akkor világos, ugye, hogy mi történt? Hát egész betettük az aurádba, és akkor ez működik. Hát akkor most már, tehát akkor eddig nem mutatott kölcsönhatást, vagy paramágneses volt, vagy diamágneses, betettük a terraurádba, és akkor ettől lett ferromágneses, ugye? Eddig ez összefoglalhatjuk. Azt hallottam, illetve hát azt olvastam, és bárki megtehet, hogy 1820-ban Hans Christian Ørstednek volt egy felfedezése, hogy az elektromos áramnak van mágneses tere, tehát ezzel a áramforrással, ami itt van, szépen én ezt az áramforrást ide hozzá fogom érinteni, szerintem jól látszik, záródik az áramkör, végighúzom rajta, így, és akkor még egyszer végighúzzuk, ami biztos-biztos, föl tudjuk mágnesezni ezt a most már ferromágneses anyagot. Nézzük meg, hogy tényleg működik-e. Az egyik oldal taszítja, a másik oldal pedig vonza. Tehát akkor most már ugye ferromágneses lett az anyagunk. Ugye mindenki tud követni. Most jön az, hogy hát azért nézzük meg, hogy amit ő aurájában megkaptunk, azt én le tudom-e rontani, és én csak annyit teszek, hogy a saját aurámban fogok néhány kört tenni. Mivel ő nagyon erős aurával rendelkezik, azért többször is meg fogom ezt így forgatni. Így. És azt hiszem, hogy most már visszajutottunk az eredeti állapotba, mert ez a pólusa sem csinál semmit, ez a pólusa sem csinál semmit, és ha megnézzük, ez a pólusa sem, meg ez a pólusa sem, tehát kezdhetjük a kísérletet előről. Nem tudom, ki hogyan tudja elhelyezni az ismereteiben ezeket a most látottakat. Ugye egyik részről az, hogy van egy jelenségsor, és valami ennél sokkal lajosabb, hogy tartozik hozzá egy magyarázat, ami jelen pillanatban azért azt gondolnám, hogy többeknél kiverni a biztosítékat, ha nem ismernének engem, nem tudnák azt, hogy én éppen most bolondozok egy kicsit. Tegye fel a kezét, aki gyanítja, hogy valamiféle megoldást talál erre az itt látható jelenségre, ami fizika könyvekben tanultak közé nem illeszthető be, ezt vegyük, érezzük meg ezt a dolgot. Tehát van-e valaki, akinek van ötlete erről, hogy hogyan lehet? Hogyha nincs, akkor neked van, tedd már meg, hogy ki jössz, és akkor egy kicsit elbeszélgetünk, addig bekapcsoljuk ezt a mikrofont, hogy téged is halljunk. Jó, arra kérlek, hogy a drótokat úgy került ki, hogy lehetőleg ne sodorjál le drótokat. És akkor megbeszéljük, hogy mi lehet ez. Én a kezedbe adom, vizsgálgass meg itt a mikrofon, és akkor azért beszélj bele, hogy ne csak mi halljuk, hanem akik a közvetítésben vannak, azok is. Hát a... Először tedd meg, hogy bemutatkozol. Palotai Bálint. És honnan jöttél? Topácsi Gimnáziumban. Helyes. Ha jól figyeltem, akkor a kísérletek során nem ugyanannan állapotban volt, amikor épp elnyerte az auráját a feje körül. És ha... Elég, ha mondod. Ide tartom, akkor lehet érezni, hogy ebben valószínűleg mágnespor van. Vagy vasreszelék, vagy valami. Ez utóbbi, ez nyert, igen. Helyes. No, tehát akkor ha ez egyébként, hogyha így hallásra nem is halljuk, de azt meg lehet tenni, hogyha ide tesszük, akkor a tömeg középpontja az ugye ebbe az irányba billen, ha átbillentjük, akkor pedig abba az irányba, tehát hogy valami mozog benne, az egyértelmű. Ez egy másik módon mutattuk be, de ez is fizika. Tehát akkor ez azt jelenti, rájöttél a megoldás, hogy ne menj el, maradsz még egy kicsit? Elvagyok. Helyes. No, tehát az a lényeg a dolgnak, hogy körülbelül a 60%-áig töltöttem meg ezt a részcsövet vasporral, vasreszelékkel, ezt jól kitaláltad, és utána mind a két végét lezártuk, és lefestettem pirosra, meg kékre. Abban az esetben, én ezt így tartom, és közelítek a pólushoz, akkor azt lehet látni, hogy a vasreszeléknek itt a vége. Tehát ebből a távolságból megmozdulni nem fog. Ugye a másik oldalon se. Ha most megfordítom, akkor csak arra kell vigyázni, hogy átbillentsük, és akkor megint csak ugye itt van a vasreszelék, megint nem működik. Ugye most akkor az aurát beszéljük meg, hogy akkor mi történt az auránál. Hát emlékszel, hogy az aurába így szépen betettük, és akkor ide lerendeződik, és utána úgy forgatom a részt, hogy egész közel kerül hozzá, és ebben az esetben lehet látni, hogy már meg lehet mozgatni. Tehát igazából egy ravasz csel volt az, amivel az egyik esetben ide rendeztük a vasport, a másik esetben pedig oda rendeztük a vasport, és ezáltal a vaspor és a mágnestű közelségét tudtuk nagyban befolyásolni. Na, hogyan tovább? Neked az belefért az a mágneses fölmágnesezés? Az árammal fölmágnesezzük? Nem, én csak figyeltem, hogy mikor, hogy mozgatja. Na, tehát akkor próbáljuk meg kitalálni, hogy amikor én...
Két dolgot lehet, ott van mondjuk egy feszültségmérő, direkt hoztam. Nézzük már meg, hogy mennyi a feszültsége ennek a elemnek így együtt. Tegyük ezt olyan helyen, hogy mindenki láthassa, akár a monitor is követheti. Ugye ez 4,5 voltos elem, és hogyha elhelyezzük a mérőműszerünket, parancsolj, nézzük meg, mekkora feszültséget lehet rajta mérni. Tehát mennyi? Nem sok. Tehát nem sok, nulla. Tehát teljesen nulla. Akkor vajon mi történhetett, miközben én ezt a... fogtam, és így szépen így végighúztam. Hát figyeltem arra, hogy a két vége odaérjen, de hát ugye ez megint csak nem jelent semmit. Ugye elrendeztük a port. Na de hogy? Hogy gyorsan mindkét. Látod ezt? Szerinted mi tartja ott? Én megmutatom neked egy marha erős mágnes, ami itt van elrejtve az elembe, és ennek a mágnesnek a segítségével, akkor végighúzzuk, akkor rendezzük ezeket a vasfeszelékeket, és ilyeténképpen mágnessé tesszük, és hogyha most az egyikhez megyünk, akkor taszítani fogja, a másikat pedig vonzani fogja. Azt hiszem, hogy most már csak egy dolgot kell megmagyaráznod, hogy az, amikor az aurába betettem a sajátomban, és többször megforgatva köröztem, akkor mit csináltam? Akkor visszamagnyisztem. Ezt csináltuk meg egy kicsit alattomosabb módon, tehát nem felfedezhető módon, tehát magyarán összerendeztük ismét, tehát összeráztuk ezt a vasport, és kifelé nézve, ez most már nem ferromágneses. Hát köszönöm a megoldást, tényleg gratulálok, és további jó tanulást kívánok. Egy tapsot azért szerintem megérdemel. Hát azt hiszem, hogy az anyagok mágneses tulajdonságairól elég sokat foglalkoztunk. A következő téma az az indukció témaköre lesz, és azért választottam az indukciót, mert az indukció az egy tipikusan olyan fizikai fogalom, amit elég nehezen szoktak a hallgatóság jelentős része, nehezen szokott megérteni. Éppen ezért most arra gondoltam, hogy szépen lassan, míves módon vegyük végig, amit az indukcióról érdemes tudni. És hát akkor az első dolog, hogy egy kicsit rendet rakok én itt az asztalon. Bocsánat, egy dolgot kifelejtettem, de ezt a végére akartam hagyni, és akkor ez egy ilyen mikromágia lesz. Tehát egészen közelről érdemes majd megvizsgálni mindazt, amit mutatok. Az elsőként szeretnék megmutatni egy nagyon erős mágnest. 4 darab mágnesünk van itt. Ez a 4 darab mágnes úgy van fölütve, hogy északi-déli, északi-déli, tehát ilyen saktáblaszerűen van elrendezve. Ez az egyik, ez 4 darab mágnesből áll, ez a másik, ez pedig 9 darab mágnesből áll, észak-dél, észak-dél, tehát megint csak saktáblaszerűen. Ezek fölé a mágneses minták, vagy mágnesek fölé fogunk helyezni egy anyagot, egy speciális anyagot, pirolitikus grafitnak hívják ezt az anyagot, tehát a grafitot pirolízissel kiégetik. Ez azt jelenti, hogy viszonylag hosszabb ideig semleges gázban hőn tartják, és ezáltal egyrésztről ki tudnak égni belőle szennyezők, másrészt pedig a kristály rendeződése sokkal izgalmasabb lesz. Ez a pirolitikus grafit az egyik legerősebben diamágneses anyag. Nagyon könnyedén ilyen bicskával hasítható, ilyen palásan lehet szakítani. És hogyha ezt ide tesszük a mágnes fölé, akkor azt hiszem nagyon jól, próbáljuk meg, hogy megnézni egész közelről, nagyon jól lehet látni azt, hogy a pirolitikus grafit ebben a mágneses térben lebeg. Tehát ez azt jelenti, hogy azon a helyen, ahol van, nyugalomban van. A nyugalom úgy alakul ki, hogy függőleges irányban lefelé a Föld tömegvonzása húzza, a taszító erőt pedig a mágneses, diamágneses taszítás adja, így alakul ki függőleges irányban az egyensúly. Még amit érdemes megmutatni, hogy oldalirányban is meg lehet nézni az egyensúlyt, ez azt jelenti, hogy ha oldalirányban egy picit megpróbálom kimozdítani, akkor az elengedés után visszakerül az eredeti állapotába. Talán megmutatom még egyszer. Na most éppen kicsusszant, de ide, ha betesszük, akkor van egy pont, ahol nagyon szeret ott lenni. Annyit kell tudni erről, hogy a
az észak-dél-észak-dél elrendezés pont azért szükséges, mert a diamágneses anyagok olyanok, hogy nem szeretik, hogyha mágneses erővonalak keresztül mennek rajta, ezért aztán menekülnek azokról a helyekről, ahol a mágneses erővonalak sűrűen vannak. Itt úgy van megcsinálva olyan az elrendezés, hogy bármelyik irányba, oldalirányba elmozdítom, több erővonal fogja metszeni, éppen ezért úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen potenciál gödörben ül annak a legalján, tehát bármelyik irányból megmozdítjuk, őneki van egy stabil helye, és ezen a stabil helyen szeret lenni. A másik, amelyiknél négy darab mágnesből raktuk össze, itt annyit érdemes megmutatni, hogy amit ráteszünk, az pedig úgy fog beállni, hogy igen, pontosan 45 fokos, tehát egy négyzet alakú pirotikus grafitot vágtunk ki, ő pedig egy négyzet alakú elrendezésben egy 45 fokos szöggel elfordul, és ez lesz az ő stabil helyzete, szerintem ez így nagyon jól látszik. Körülbelül 5 tized és 1 milliméter magasságban lebeg a mágnes fölött. Szerintem ezt jól lehet látni, hogyha az ember megnyomja, akkor kicsit tud lefele menni, elengedem, akkor pedig fölemelkedik. Tehát a diamágneses lebegtetésről ezt a kísérletet mindenképpen gondoltam, hogy még megmutatom. Ha már itt tartunk, akkor még egy érdekes eszközt mutatnék meg. Ez az eszköz, ez egy olyan fólia, ami a mágneses pólusoknak a megmutatására készült. Ez azt jelenti, hogy ha szeretném igazolni, hogy tényleg észak-dél ez az elrendezés, akkor ezt a fóliát csak ide fölé kell tenni, és azt hiszem mindenki jól láthatja, hogy a mágneses fóliánk azokat a felületeket fogja megmutatni, ahol a mágneses térerőség előjelet vált. Tehát északi esetében vagy déli esetében nagyon sötét, míg abban az esetben, ahol az átmenet van, ott pedig egy világosabb csík látszik. Tehát azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy pontosan egy északi meg déli között itt az átmenet, és azt hiszem, hogy ez, hogyha ide fölé tesszük, ez jól megmutatható. Ha valaki fölteszi a kérdést, hogy ez a fólia hogyan működik, ez a fólia egy speciális oldatban ilyen nikkel pejhecskék vannak. A pejhecskéknek az a titka, hogy hosszúkások, ilyen hengeres alakúak, és abban az esetben, hogyha a felületre merőlegesen állnak, akkor ugye csak a tüskéjüket látjuk döfni, tehát ebből az irányból látjuk őket, ebben az esetben sötétnek látjuk, ahol előjelet váltanak, ott vízszintesen fognak állni, ott pedig vissza fogják verni a fényt, és tulajdonképpen ez a működésének az elve, tehát ez a mágneses fólia a mágneses pólusokat, a pólusok elrendezettségét képes megmutatni. Egyébként, hogy tényleg ferromágneses anyag van, ez onnan lehet tudni, hogy ha elengedem, akkor nem csúszik le, tehát erővel tapasztja oda ez a helyhez. Tehát még egyszer azt tudom mondani, hogy a mágneses lebegtetés sem lehetetlen. Annyit kell tudni róla, hogy egy úgynevezett potenciál gödörbe kell tenni. Tehát egyetlen egy pólussal ezt a lebegtetést ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. No, akkor most viszont tényleg jön az indukció. És akkor a mágneses indukcióval kapcsolatos eszközeimet hozom ide az asztalra. A főszereplőket így egyenként fogom bemutatni. Lesz egy tekercsünk. Itt a tekercsünk, ez egy majdnem 6000 menetes tekercs. Ennek a tekercsnek a két végére egy feszültségmérő műszert fogok tenni. Itt van a feszültségmérő műszerünk. 3 voltos feszültséget fogunk tudni mérni. Ígyni. És ez a műszer, ez majd még kicsit később szükségünk lesz. Ami fontos, hogy ehhez kell hoznom egy zsinort. Ez bennmaradt a terembe, de egy pillanat, rövid időre eltűnök. Szaladásnak van egy nagy veszélye, de mivel hogy nagyon jó operatőreink és hangmérnökünk van, ő megvéd attól, hogy abba a helyzetbe kerüljek, mint legutóbb, amikor megjegyzést fűztem ahhoz, hogy milyen feledékeny vagyok ott benn. Tehát akkor itt van a mérőműszerünk, és ez a mérőműszerünk a feszültséget fogja tudni megmutatni. A tekercsben indukált feszültséget fogjuk tudni megmérni. Így. Kell nekünk egy
mágnesrudunk, és ennek a mágnesrudnak a mozgatásával fogunk a tekercsben feszültséget indukálni. Tehát, hogyha valakinek nem teljesen világos, itt van a tekercsünk, a tekercsünknek itt van a mérőműszere, és ez a mérőműszer van kivetítve ott. Tegyük meg, hogy az északi pólusával dugjuk bele a tekercsbe ezt a mágnest, és azt hiszem jól látható, hogy a jobb oldali, tehát a tőlem távolabb levő műszer, akarom mondani, hát onnan ülve a baloldali, fogja mutatni az indukált feszültséget. Abban az esetben, hogyha a tekercsben mozgatjuk a mágnest, akkor jól látható, hogy feszültség indukálódik. Azt is megfigyelhetjük, hogy a mágnes nyugalmi helyzetében van, tulajdonképpen a tekercsen belül bárhol, például itt, akkor látjuk, hogy feszültség nem indukálódik. Tehát ahhoz, hogy feszültség indukálódjék, meg kell mozdulnia a mágnesnek, és hogy mekkora feszültség indukálódik, az attól függ, hogy milyen gyors ez a változás. Szerintem jól látszik az, hogyha lassan mozgatom, akkor egészen kicsi lesz az indukált feszültség. Abban az esetben, hogyha hirtelen megmozdítom, akkor akár ki is lehet akasztani a műszert. Abban az esetben, hogyha az északi pólusával mozgattam befelé, akkor fölfelé mozdult el a műszer, lefelé akkor fog elmozdulni a műszer, ha éppen kifelé húzom. Tehát gyakorlatilag meg lehet figyelni az összefüggést. Fordítsuk meg a mágnest, és ha megfordítjuk, akkor látszik, hogy a mozgatás ugyanolyan irányával éppen ellenkező irányú feszültség fog indukálódni, és itt is elmondható, hogy ha lassan mozgatom, akkor kicsi lesz az indukált feszültség, ha gyorsan mozgatom, akkor pedig nagy lesz az indukált feszültség. Hát az első lépés az megvan. A következő lépéshez még hozok valamit. Amit még hozok, az nem más, mint egy másik tekercs. Ez a tekercs lesz az, amelynek meg fogjuk mérni a rajta átfolyó áramerősséget. Tehát ez azt jelenti, hogy áramerősségmérő műszert is fogunk hozni. Itt van az áramerősségmérő műszerünk. Még áramforrásra is szükség lesz. És ennek az áramforrásnak a segítségével fogunk tudni gerjesztő áramot létrehozni ebben a másik tekercsben. Így. Itt van a műszerünk. Egyenárammal fogunk kísérletezni, tehát ide kell bedugni a tekercsünknek az egyik végét. A másik vége van a mérőműszerbe bekapcsolva, és akkor ez pedig az áramforrásnak ehhez a részéhez. Nézzük meg, hogy működik-e. Amikor én bekapcsolom az áramot, akkor azt hiszem jól lehet látni, hogy a potenciométer tekergetésével egyre nagyobb és nagyobb lesz az áramerősség. Meg tudjuk tenni azt is, hogy itt van egy irányváltó kapcsoló, ebben az esetben PPE ellenkező irányú áramot tudunk gerjeszteni. A műszerünk, ez a műszerünk végkitérésben 3 voltot mutat, ez a másik műszerünk végkitérésben 6 ampert fog mutatni. Ez csak ilyen tájékoztató az, hogyha valakinek van kedve egy kicsit számolni még ezzel a résszel. Most azt fogom tenni, hogy az árammal átjár tekercs, beállítjuk ezt a 6 amperes áramerősséget, és elkezdem mozgatni itt bent, és amint látjuk, hasonlóképpen tudunk indukálni feszültséget, mint amikor a mágnesünknek az északi pólusával kísérleteztem, tehát a befelé dugáskor fölfele térül ki, kihúzáskor pedig lefele térül ki. Ugyanezt tudja ez is, szerintem ez jól látszik, azt látjuk, hogy a hatás lényegesen kisebb. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Azt is megnézhetjük, ha most a fizika könyvben egy keveset lapozunk, hogyha ennek a másik tekercsnek a belsejében elhelyezzünk egy ferromágneses anyagot, és hogy az előző dolgokhoz képest, hát itt van a kapcsolódás, tehát elhelyezzünk egy ferromágneses anyagot, egy vasmagot, beállítjuk ugyanakkorára, tehát 6 amperre, és megnézzük, hogy mekkora a hatás. Hát azt látjuk, hogy lényegesen nagyobb lesz, tehát a ferromágneses anyagot betettük a mágneses térbe, és azt lényegesen felerősítette, így az ugyanolyan sebességgel mozgó tekercs lényegesen nagyobb feszültséget tudott indukálni. Azt is megnézhetjük, hogyha megváltoztatjuk az áram irányát, ugye most lehet látni, hogy a másik irányba folyik 6 amper, akkor hasonlóképpen megfordul az indukált feszültség, mint amikor a ródmágnesünket szépen megfordítottuk. Azt hiszem, ez jól látszik. Ha végig gondoljuk azt, amit tapasztaltunk, hogy
akkor, amikor a ferromágneses anyag nincs benne a gerjesztő tekercsben, akkor nagyon kicsi az indukált feszültség. Ha beletesszük a ferromágneses anyagot, akkor pedig nagyon nagy lesz az indukált feszültség, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mi lehet ennek az oka. Ugye nem felejtjük el, hogy amikor az ember az indukcióról beszél, akkor mindig azt a képletet járjuk körül, hogy az indukált feszültség az arányos a mínusz delta phi per delta t hányadossal, ahol a delta phi az a fluxusváltozás, a delta t a fluxusváltozáshoz szükséges idő, és tulajdonképpen azt kell látnunk, hogy fluxusváltozást ha elő tudunk állítani, akkor indukció lesz, és akkor ez a gondolat fogja adni, hogy abban az esetben, hogyha csak egy úgynevezett légmagos tekercsel kísérletezünk, kevés fluxust tudunk előállítani, meg tudjuk növelni ezt azzal, hogy benne van egy ferromágneses anyag. Tehát ez azt jelenti, hogy én bekapcsolom a 6 amperes áramerősséget, és semmi más nem teszek, csak ezt a ferromágneses anyagot teszem be a gerjesztő tekercs belsejébe, és amint látják, feszültség indukálódik, de akkor is indukálódik, amikor ezt éppen ki fogjuk húzni. Tehát gyakorlatilag az indukciónál, amikor sokszor szoktam mondani, mindig meg is szoktak rajta mosolyogni, hogy ugye a képlet, ugye az általában egy fizikai képlet, az olyan, mint a lányokon a miniszoknya, hogy a lényeget eltakarja, de gondolatokat ébreszt, és tulajdonképpen ez nagyon fontos része a dolgoknak. Tehát, hogyha tessenek utána gondolni, hogyan lehet fluxust változtatni, hát rájövünk arra, hogy kibe kell tologatni egy ferromágneses anyagot. No, tehát igazából, ha ezt a gondolatot tovább fűzzük, akkor eljuthatunk oda is, hogy akkor semmit nem akarunk most már továbbiakban mozgatni, hanem csak a mágneses teret gerjesztő áramot fogjuk megváltoztatni. Tehát nyugalomban marad az egyik tekercs, a másik tekercs, a ferromágneses anyag, csak változtatni fogjuk az áramerősséget, a gerjesztő áramerősségét, és ha csökkentem, meg ha növelem, azt hiszem jól látható, hogy akkor is fog feszültség indukálódni. Ez azt jelenti, hogy a gerjesztő áram megváltoztatásával fluxust fogát változtatáson kell érni, és ez a fluxus változás fogja a tekercsünkben az áramot, a feszültséget indukálni. Még egy dolgot szeretnék megmutatni, hogy a delta phi per delta t hányados, hogy azt mutatja, hogy minél rövidebb az idő, annál nagyobb lesz az indukált feszültség. Állítsunk be egy nem nagy értéket, körülbelül egy olyan 1 ampernyi áramot, és ezt az 1 ampernyi áramot egész egyszerűen annyit fogok csak tenni, hogy fogom, és kikapcsolom. Azt hiszem jól lehet látni, hogy a kikapcsolás pillanatában a mágneses tér összeomlik, és ebben a pillanatban ez egy nagyon gyors változás lesz, és ennek a nagyon gyors változásnak az eredményeként egy feszültséglökést fogunk tapasztalni. Ugye akár bekapcsoláskor, akár kikapcsoláskor egy igen nagy lökést tapasztalunk. Hát tulajdonképpen, amikor az ember kibe kapcsolgatja az eszközeit, és ezekbe az eszközökbe valamiféle mágneses tér változása előfordulhat, tudom is, hogy van benne egy tekercs, mondjuk nehogy Isten vasmaggal, akkor mindenki értheti azt, hogy ez a kibe kapcsolgatás, amikor az ember így kikapcsolja, akkor az lesz az, ami a legtöbb esetben az ilyen eszközénket tönkreteszi. Tehát általában azt lehet mondani, hogy mindig a kikapcsoláskor tesszük tönkre az eszközt, nem a bekapcsoláskor. Na, tehát az a lényege, hogy akkor az első részét azt hiszem, hogy jól körüljártuk, a delta phi per delta t hányadosról megértettük, hogy a fluxus változása és a hozzá szükséges idő a fontos ebben a kísérletben. A következőkben pedig nézzük meg azt, amiről még nem beszéltem, pedig fontos, jelesül ebben a képletben, az a negatív előjel. Hogy ez pontosan mit jelent. A negatív előjel az tulajdonképpen nem más, mint Lenz törvényének a képletbe ágyazása, hogyha én szépen akarnám megfogalmazni. Tehát tulajdonképpen a Lenz azt mondja, hogy az indukált áramiránya mindig olyan, hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik, és hát tulajdonképpen, ezt rövidesen meg is fogom mutatni, csak ezt a kábelt, rengeteget innen eltüntetem, hogyha irodalmi műveltségemet is szeretném csillogtatni, akkor mondanám, hogy kábel a rengetegben, de ettől azért óvakodok, mert hátha van itt egy irodalomtanár, és hazafelé megkövez. Tehát a következő kísérletünk főszereplője, ez a két eszköz lesz, ez a laborpálca.
Ezzel a laborpálcával föl fogunk függeszteni két darab alumínium gyűrűt. Két darab alumínium gyűrűt fogunk fölfüggeszteni, és megnézzük, hogy hogyan tovább. A két darab alumínium gyűrünk felfüggesztése úgynevezett bifiláris felfüggesztés lesz. Ez azt jelenti, hogy nem egy, hanem két madzagon fog lógni. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen irányú lengést fog leginkább megengedni. Így mi. Hoppá, ez itt nem a legjobb helyre jött. Igen. Hát azt akarom mondani, hogy ez a kísérlet, én azért szeretem többek között ezt az eszközt, így ahogy van, mert kellően nagy, tehát igazából nem kell nagyon, hogy mondjam, belemagyarázni az effektus, hogy létrejön vagy nem. És akkor nézzük meg, az előzőekben az anyagok mágneses tulajdonságáról beszéltünk, és elmondtam azt, hogy az alumínium az paramágneses anyag, tehát ha ide mellé teszem, akkor tulajdonképpen érezhetnék egy olyat, hogy az erős mágneses tér az alumíniumot a mágnes felé húzza, de hát ez nem olyan erős mágnes, tehát igazából ez az effektus van, de ebből látni semmit se fogunk. A másik is teljesen hasonlóképpen. Azt kell mondjam, hogy ha viszont meglengetjük ezt a rudat a mágnes, ugye az alumínium gyűrű belsejébe, akkor el lehet érni, hogy ezek lengjenek. Na most ugye, amit szeretnék mondani, hogy ilyenkor próbáljuk megnézni, hogy mi történik ott. Ez az egyik lehetőség, és ezt gyakran szokták mondani, hogy hát a hetlenkar csak olyan nagy marha keze van, meg ez a mágnes is olyan rohadt nagy, hogy itt, amikor csóválja ezt a mágnest, itt lögdösi a levegőt, és az a levegő lögdösi ezt a gyűrűt. Hát azért, hogy ezt mindenkiben egyszer és mindenkorra eloszlassuk ezt a kételyt, egy nagyobb felületű gyűrűvel is megismételjük, ez viszont nem csinál semmit. Tehát azt hiszem, ez jól látszik, hogy ez nem mozog, ez pedig engedelmesen lengedezik együtt a mágnessel. Tehát nem az én kezem méretében kell keresni. A lényeg, hogy ez a gyűrű, ha megnézitek, akkor ez föl van metszve, ez nem egy folytonos, hanem itt van egy hiány, így át van metszve. Ugyanis, amikor valaki elkezdi az indukciót rendesen körbejárni, megérteni, akkor fog találkozni egy ilyen mondattal, hogy a változó mágneses tér egy örvényes elektromos teret fog kelteni. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert szerintem nagyon fontos részhez jutottunk el, az elektromos térről, akkor, amikor azt nyugalomban levő töltések keltik, azok körül sohasem jön létre örvényes elektromos tér, hanem mindig olyan tér jön létre, ami a elektromos töltésből bújik ki az erővonal, és mindig elektromos erőtöltésen tűnik el. Tehát azt jelenti, hogy a térünk, az így módon létrejött tér egy forrásos tér. Tudjuk, hogy mik a források. A források nem mások, mint az elektromos töltések, és hogy az erővonalak sohasem záródnak önmagukba, ez azt jelenti, hogy a térről kimondhatjuk, hogy örvénymentes. És mint ilyen, hogy egy forrásos és örvénymentes, ez azt jelenti, hogy egy matematikában járatos ember fölújjunk, hogy hát akkor ez csak is konzervatív erőtér lehet. Létezik egy potenciál függvény, ami egy skalár potenciál, ami azt fogja megmutatni, hogy milyen az elektromos tér. Ebben most nem menjünk mélyen bele, ezzel a mondattal semmilyen módon nem kötném össze azt, hogy itt egy elektromos tér keletkezik. Igen, elektromos tér keletkezik, de lényegileg más szerkezetű. Ezek olyan örvényvonalak, tehát olyan erővonalak lesznek, amelyek önmagukba záródnak, és hogyha van ott azon az örvényvonal mentén könnyen elmozdulni képes töltés, akkor azt mozgatni fogja. Így alakul ki ebben a gyűrűben egy körbe futó áram. Ennek az áramnak, ugye tudjuk, hogy a mágneses tere olyan, hogy vagy abba az irányba mutat, vagy én felém, és ez azt jelenti, hogy amikor én ezt megmozgatom, akkor keletkezik egy áram, és az áramnak az iránya, mondja Lenz, mindig olyan irány, hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik, tehát, akkor most megnézzük közösen, hogy. Tehát amit érdemes nézni ebből az irányból, be fogom dugni ezt a mágnest, és mindenki nézze meg, hogy ez a gyűrű merre felé mozdul el, abban a pillanatban, amikor ezt így beledugom. Tehát bedugom, és látjuk azt, hogy tőlem ellendül. Nem felejtjük el, ez akkor jön létre, amikor a kék pólusával, az északi pólusával dugtam befelé.
Most megnézzük, mi van akkor, ha megfordítjuk a pólust, és most a déli pólussal fogjuk betenni, nézzük meg mindenki, hogy merre felé mozdul meg. Szerintem jól lehet látni, hogy ugyanúgy taszítás. Tehát tök mindegy, hogy északi vagy déli. Mind a két esetben olyan áram indukálódik, ami ennek a hatását gyöngíteni igyekszik, tehát egy vele szembe mutató mágneses tér fog éledni, és ennek hatására lendül el ez a kis gyűrű. Az egyetemi előadásokon azt szoktam mondani ilyenkor, hogy ez a gyűrű úgy viselkedik, mint egy jól nevelt lány, ugyanis ha jön a fiú és le akarja rohanni, akkor ugye megy hátra, és amikor a fiú menekülni akar, akkor esélyt sem ad a lány neki, tehát megy utána. Viccet félretéve annyit szeretnék elmondani, hogy tehát ez az egész kísérlet a mínusz delta fi per delta t képletből a mínusz előjelről szól. Azt, amit Lenz törvénye mondott ki, hogy az erőhatás ugye mindig olyan, tehát hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik. Na most, nézzük meg azt, mi van akkor, hogyha egy kicsit gyorsabban tudjuk a mágnest csóválni. Itt van egy eszköz. Ez az eszköz a Lenz-féle ágyú. A Lenz ágyú ugye egyrészt egy viszonylag nagy áramú, nagy menetszámú tekercset tartalmaz, aminek a belsejében egy ferromágneses vasmagot találunk, és erre a ferromágneses vasmagra fogunk tenni két darab gyűrűt, egyik gyűrűt, meg egy másik gyűrűt. Az áramot ezzel a pillanat, szépen megnézzük, hogy minden rendben legyen, ezzel a kapcsolóval, ezzel a toroiddal lehet szabályozni, és ezzel a nyomógombbal lehet bekapcsolni, akkor én beállítom az áramerősséget, tehát igazából azt fogjuk tapasztalni, hogy egy 50 Hz-es váltóárammal fogjuk gerjeszteni ezt a tekercset, ennek lesz egy változó mágneses tere, és ebben a változó mágneses térben egy annak megfelelő gyűrűt látunk. Ha én ezt rövidre zárom, aztán mindenki látja, hogy a gyűrű az fölugrik, egy taszító hatás jelentkezik, de csak az egyik gyűrűnél, mert a másik gyűrű ugyan az is kör alakú, de még eddig nem látszott, de most megmutatom, hogy itt ez is föl van metszve. Hát mind a kettőben indukálódik feszültség, de a feszültség hatására áram csak ebben fog indukálódni, és annak az áramnak lesz az a mágneses tere, ami ezt a taszító hatást hozza létre. Így né. Azt hiszem, ez teljesen világos. Még annyit lehet ebben bemutatni, ezt nem tudom, ki szereti a szifiket. Tételezzük föl, hogy egy távoli égitesten szeretnénk leszállni, és mágneses fékező rakétáink vannak, ezeket szeretnénk bekapcsolni. Hogyan kéne ezt elképzelni? Hát ugye legyen ez az űrhajó, nem ez legyen a Föld, vagy az a bolygó, amire le szeretnénk szállni, és nekünk csak annyi tennivalónk van, hogy hogy is fogjuk csinálni? Igen. El a felszállásnál, meg a leszállásnál, ugye azt hiszem, szerintem idáig megérkezik az űrhajó, és a gerjesztő áramot, hogy csökkentjük, hogy szép lassan le tud ereszkedni. Tehát valami így képzeljük el a sci-fiben. Mi kell ehhez? Ugye ezt a szerkezetet, meg a kapcsolót föl tudjuk építeni az űrhajóra. Az elvárása az égitestről, le akarunk szállni, hogy legyen minimum jó vezető. Nem tudom, oda ki szeretne leszállni, hát ezen el lehet gondolkodni. Tehát annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy itt is a Lenz-ágyúnál a lényeges dolog abból fakad, hogy egy gyors változás jön létre, áram indukálódik, és ez az áram mindig olyan irányú, hogy az őt létrehozó teret gyöngítédekszik, bármelyik irányú az áram mindig is ki fogja lökni ezt a gyűrűt a helyéről. A következőkben pedig nézzünk egy másik kísérletet. Ehhez a kísérlethez, ennek lesz egy kis oldalági csapása. Most egy kicsit az indukcióhoz fogunk nem sokára megint visszatérni, de még mielőtt az indukcióhoz visszatérünk, egy kicsit, hogy érthető legyen, hogy mi és miért kerül az asztalra, ezért aztán egy picit hosszabb lesz ez a bevezető. Akkor, amikor az híres olasz fizikus Alexandro Volta föltalálta Volta-féle cellát, akkor egy hihetetlen nagy lökést adott ez, egy olyan eszközt adott a fizikusok kezébe, ami addig nem volt. Próbáljunk belegondolni, hogy a Volta-féle cella és az abból fölépített oszloppal akár olyan több 10 amper áramot is lehetett létrehozni.
egészen addig, amíg ezek nem épültek meg, addig csak pedig elektrostatikus gépek voltak. Azok pedig maximum 10⁻⁷ ampert tudtak, ami azt jelenti, hogy bárhonnan is számoljuk 8 nagyságrend. Ez körülbelül olyasmi, mint a kézigránát után megkapják a hadipari munkások az atombombát. Tehát nagyságrendekkel nagyobb dimenziók jönnek elő, jobban meg lehet figyelni a dolgokat. Persze a nagy áramot addig is tudtak létrehozni, csak azok meg nagyon rövid ideig tartottak, hogy az elektromos kisülések, tehát egy leideni palackot kisütöttek, akár nagy áram is jöhetett létre, csak olyan rövid idő volt, hogy azért nem tudták megfigyelni. No, tehát amikor Alessandro Voltát dicsérem, akkor a találmánya, amelyik egész egyszer meg, hogy is, megpesdítette azt az életet, a mainstream akkoriban az volt, hogy mindenki az elektromos árammal foglalkozott, és hát tulajdonképpen ennek eredményére én összeállítanék egy modern, mai voltaféle oszlopot szeretnék itt összeállítani. Az elsőként vettem 25 darab 9 voltos elemet, és ezt a 25 darab 9 voltos elemet így a saját csatlakozóig mentén összeállítottam. Annyit azért megtehetünk, hogy megnézzük, hogy ez tényleg működőképes-e. Akkor most, hogy tényleg ne roncsak el semmit, első, hogy egyenáramra kapcsolunk, és hát akkor szerintem a 1000 voltos mérés határig menjünk föl. Meglátjuk, hogy lesz rá szükség. Minden esetre van itt egy drót, ami a pozitív áramokhoz lesz jó, és egy, amelyik a negatív áramokhoz. Ugye, ez a negatív oldal, ez pedig a pozitív. Így. És akkor, ha ezt rövidre zárjuk, akkor majd hozzákapcsoljuk, akkor fogjuk látni, hogy van-e, hogy vajon van-e valami feszültség. Hát azt lehet látni, hogy bőven 200 volt fölött van. Sőt, mitől föl is teszem a szemüvegemet, hogy lássak itt rendesen. És akkor ugye azt lehet mondani a voltaféle celláról, vagy voltaféle oszlopról, hogy minél több cellából áll, annál nagyobb lesz a feszültség. Kétszer, háromszor akkora cellaszám, kétszer, háromszor akkora kapocs feszültséget fog létrehozni. Ennek szemléltetésére építsünk egy még egyszer akkora cellát. Tehát nézzük meg, hogyha kétszer akkora a cellaszám, akkor tényleg kétszer akkora lesz a feszültség. És akkor keresünk egy drótot, amivel szépen sorba lehet kötni ezeket az áramforrásokat. Annyit szeretnék elmondani, hogy a kísérlet ezekben következő részében, ha véletlenül valaki azt látja, hogy zsebredugott kézzel kísérletezek, annak erősen nyomós oka van, jelesül, hogy félek, mert azért ez az áramforrás, azért ez, hogy is mondjam, csak ez már túl van azon a ponton, hogy csak úgy az ember félváról legye. A dupla feszültség, vagy dupla cellaszám, dupla feszültséget hoz létre. Ugye azt mondtam, hogy kétszer-háromszor akkora cellafeszültség, hát akkor folytassuk tovább a dolgainkat. És akkor most már háromszor akkor a feszültséget kell néznünk. Igen, ezt szépen előkészítettem, és aztán ez fogta magát, és szépen összegömbölyödött. Így. Akkor ezek után már hát közel 700 voltnyi feszültséget kell, hogy mérjünk. És azt hiszem, hogy ez meg is van. Így. És mi van akkor, hogyha kétszer, háromszor, négyszer akkora cellaszámot veszünk? Hát szerintem mindenki kitalálhatja, hogy van itt még egy kevés. És ebben az esetben ugye a feszültséget meg tudjuk növelni négyszeresre. Tehát itt körülbelül 900 volt körüli feszültséget kéne mérjünk. Annyit azért elmondanék, hogy ezek hát 900-at bőven meghaladja. Tehát ez a tápegység, amivel fogunk kísérletezni, és egy kicsit emlékeztünk Alessandro Voltára, aki 1800-ban fedezte fel a cellát és a belőle építhető oszlopot. Azt lehet mondani, hogy 1800 óta írjuk az elektrotechnika történetét, hiszen addig nem volt áramforrás. Tehát ekkor az éppen 215 éves évfordulója van. Amit szeretnék még megmutatni, az egy általam gyártott kis eszköz,
ami két dologból áll. Áll egy kondenzátorból, ugye a kondenzátorról még nem nagyon beszéltem, és áll egy tekercsből. Hát a kondenzátorról azt kell tudni, hogy leginkább az elektrostatikus témarészben szoktunk a kondenzátorokról beszélni. De a kondenzátorok ugye úgy néznek, hogy van két fegyverzet egymással szembe. Ha két fegyverzetre töltéseket viszünk, akkor a kondenzátort ugye föl lehet tölteni. És azt, hogy mekkora kapacitású a kondenzátor, hány kulomb töltést tudunk rátenni, és ennek hatására mekkora feszültség ébred, ez tulajdonképpen elvezet oda minket, hogy a kondenzátorban energiát tudunk tárolni, a kondenzátort föltöltve energiát tudunk a kondenzátorba betenni. Hasonlóképpen, mint amikor a mágneses térbe ferromágneses anyagot tettünk, föl lehet erősíteni ezt a hatást, ide úgynevezett dielektrikumot kell betenni. Ebben majd mélyen nem megyek bele, de ez a két kondenzátor, amit itt a kezembe tartok, ezek elektrolit kondenzátorok. Ez azt jelenti, hogy két fegyverzet között egy ilyen elektrolit van, egy ilyen papíron, egy oldat föltéve, fölcsavarva, betéve ide, és ez egy energiatároló eszközként működik. Na most, kell nekem még egy töltődrót, ez itt van, ide ki van készítve, és a kondenzátorunkat ezzel a tápegységgel fogjuk feltölteni. Azt tudjuk a kondenzátorunkról, mert az rá van írva, hogy hogy 400 volt és 470 mikrofarád. Az egyik is, meg a másik is, a két kondenzátor sorba van kötve. A sorba kötés az azt jelenti, hogy a feszültséget megduplázzuk, tehát az a feszültség, ami ott van, az erre pont alkalmas. Ugye jelölik a kondenzátoroknak a negatív sarkát, meg a pozitív sarkát, tehát tulajdonképpen az fog történni, hogy hozzáérintem ezt a két drótot megfelelő polaritással a kondenzátorhoz, és akkor a kondenzátorunkat fel tudjuk tölteni. Még annyit megmutatnék, hogy rövid időre, rövidre zárom, azért látszik, hogy ebbe van áram. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy hülyéskedek, akkor itt kutyául nem erről szól a történet. Tehát föltöltöm a kondenzátort, hiszem jól látszik, hogy most elérte már a kondenzátor kapocsfeszültsége, az áramforrásunknak a kapocsfeszültségét, és amikor majd ki fogjuk sütni ezt a kondenzátort, akkor a kondenzátorban tárolt energiát fogjuk felhasználni. Hát még mielőtt kisütnénk ezt a kondenzátort, nézzünk egy egymenetes tekercset. Szerintem ma már kettő ehhez hasonlót láttunk. Az egyik kísérletben volt ez a egymenetes tekercs, a másik kísérletben a lencágyúban is egy egymenetes tekercs volt, ez egy egyszerű alumínium gyűrű. Ezt az alumínium gyűrűt fogom ide tenni ennek a tekercsnek a tetejére, ez egy körülbelül 50 menetes részdrótból készített tekercs, és akkor egy nagyon egyszerű kapcsolóval fogom én ezt bekapcsolni. Igen, hát az esés időből meg lehet a magasságát, köszönöm szépen, a magasságát meg lehet próbálni kiszámolni. De még mielőtt ebbe belemennénk, próbáljuk meg kiszámolni, hogy a kondenzátorunkban mennyi energiát tároltunk. Ugye nagyon egyszerű a képlet, mert ugye a kondenzátor kapacitása, a feszültség négyzete, és azt el kell osztani kettővel, tehát valami ilyesmi képletet tudunk, 470 mikrofarád, 400 volt, ugye 400 a négyzeten szorozva, 470-szer 10 a mínusz hatodikonnal, nem osztjuk el kettővel, mert két kondenzátorunk van. Megvan már valakinek úgy fejbe, hogy nagyságrendileg mekkora ez? Olyan 70 zsúl nagyságrendileg ott van. Ez azt jelenti, hogy 70 zsúl. Most tegye fel a kezét, aki meg tudná mondani, hogy 70 zsúl az mégis mekkora. Tehát az az átlagos történet, hogy addig, amíg az ember tudom is, a távolságokból az 1-2 métert, meg az egyéb ilyen dolgokat meg tudja becsülni azt, hogy rám néz, akkor biztos egy mázsa fölött van, tehát ezekben tudunk egész konkrét dolgokat mondani, de ugyanakkor ez a 75 joule az átlag emberek nem mond semmit. Egyik alkalommal, amikor ezt a kísérletet bemutattam, akkor egy ilyen nagyon sok jogász és ilyen közgazdász ember is volt, elsősorban ők voltak kíváncsiak a fizikáról, hogy miért azt még most se tudom, de az volt a kívánság, hogy hát próbáljak ilyen kísérleteket bemutatni, és akkor föltettem a kérdést, hogy na, a 75 zsúl kinek mond bármit is, hát én azért készültem, és mondtam, hogy hát végül is, és akkor akár itt, aki 18 év fölötti, az mind tudhatná, hogy mit jelent ez a 75 zsúl, hiszen
azt mondják, hogy a magyar polgári törvénykönyvet az oda-vissza mindenkinek tudni kell, hiszen a nem ismerete nem ment föl a következmények alól, márpedig a PTK-nak megadott paragrafusai mentén megtaláljuk azt, hogy ha valaki lőfegyvert birtokol, akkor 7,2 zsúl fölött fegyverviselési engedélyt kell használni hozzá. Tehát tessenek rádöbbenni, hogy 75 zsúl tartunk ebbe a kis két kondenzátorba, és ez a 75 zsúl, ha ez egy fegyver lenne, akkor az fegyverviselési engedély köteles lenne. Egyébként ebből az is kiderül, hogy az átalakítás hatásfoka pocsék rossz volt, hiszen ha ez megkapta volna a 75 zsúlt, akkor ott egy komoly luknak kéne lenni arra fölfelé. Talán nem vinné át, mert ez egy régi építésű ház, de mindenképpen ott komoly nyomokat kéne, hogy hagyjon. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor hirtelen kisütjük a kondenzátort, ugye gondoljunk utána, hogy közel 900 voltos feszültségre volt a kondenzátor föltöltve, amikor ezt az 50 menetes tekercset, aminek talán 10 óm az ellenállása, egy irgalmatlan nagy áram alakul ki, és nagyon gyorsan alakul ki az áram, és ennek eredményeként, ennek a tekercsnek a belsőben nagyon gyorsan változik a mágneses tér. Ebben a mágneses térben benne van az egymenetes gyűrű is, ebbe feszültség fog indukálódni, ennek hatására áram folyik, és az áram által létrehozott mágneses tér olyan, hogy a két áram taszítani fogja egymást, úgynevezett antiparallel áramok keletkeznek, ha úgy tetszik, az indukció révén éppen antiparallel áram keletkezik, és ez röpíti föl. Hát azt hiszem, hogy ez nagyjából idáig mindenki számára világos. Kondenzátorban energiát tudunk tárolni, az áramnak mágneses tere van, a változó mágneses tér feszültséget és áramot fog indukálni, és ezek pedig taszítják egymást. Erről szól a kísérlet. Ha valaki otthon, nagy Isten, ezt a kísérletet megpróbálná megcsinálni, egy baráti tanács, úgy is mondhatnánk, hogy közszolgálati percek. Az elektrolit kondenzátorok, főleg a magas feszültségek szeretnek visszatöltődni. Ez azt jelenti, hogy kisütés után, ha magára hagyjuk, rövid időn belül megint csak tetemes feszültség mérhető a két sarka között. Ha most ennyi beszéd után ezt rövidre zárom, azt hiszem jól lehet látni, hogy egy kis szikra keletkezik. Ez azért van, mert a kondenzátor fegyverzetei között polarizálódik a dielektrikum, úgynevezett dipólus láncok alakulnak ki, és ezek a dipólus láncok megmaradnak a kisütés után is, és akkor a környezetből elektromos töltést vesz föl a kondenzátor, magyarul szép lassan föltöltődik, tehát az egyszer kisütött kondenzátor az nincs kisütve, ezt is mondhatnánk, illetve a nagy feszültségű kondenzátorokat mindig úgy kell tárolni, hogy rövidre vannak zárva. Ez egy nagyon fontos és baráti tanács, tehát főleg azért, hogy sokáig lehessen majd kísérletezgetni. Ugye ez a kísérlet, azt gondolom, hogy az átlag ember számára, mármint az átlag diák számára nem szokott túl nagy élményt adni, hiszen egy ilyen kicsi gyűrűt fogja magát, elrugrik, az kész. És ez nagyjából azért van, mert hogyha az ember megnézi mondjuk a médiumokat, például a televízióban milyen filmeket adnak, akkor azt lehet látni, hogy jön az amerikai megváltó, éppen a kocsiával megy az egyik végéből a másik végébe a városba, és a kanyarodás közben, mikor egy picit leér a sárhány olyan, ugye, mert még megdől az autó, akkor a szikrát ver, hogy az gyakorlatilag a félkerületet fölgyújtja. Körülbelül ilyen színvonalú dolgokat látunk, és hát akkor a inger küszöb alakul ki, hogy egy ilyen kis fölugró gyűrű senkit nem érdekel. Hát azért én a lehetőségeimnek megfelelően egy picit nagyobbba építettem meg ezt az eszközt. Itt látható. Két darab kondenzátorunk van. Ez a két darab kondenzátor, ez már szép nagy, ezek hasonlóképpen 450 voltosak darabonként, de ez nem 470, hanem 7500 mikrofarádos, tehát ezek már komoly nagy kondenzátorok. A két kondenzátorról beszéltem, azt ugye mondtam, hogy ennek a kapcsolója ez a két drótnak az összeérintésével záródik. Hát bevallom férfiasan, én ezt a két kondenzátort így összeérintéssel kipróbáltam, utána percekig nem láttam és nem hallottam, olyan fényhatás volt, tehát és rábízom ezt a kapcsolót, ezt ezzel a kapcsolóval fogunk kapcsolni. Ez az ötmenetes tekercs lesz a kondenzátor, ugye ennek megfelelő, már csak egy egymenetes tekercsre van szükségünk, ezt pedig én elhoztam egy ilyen fémből készített gyógyszerészeti tégely, ez lesz az egymenetes tekercs, ezt fogjuk szépen betenni ide, így.
Még nem töltöttem fel a kondenzátort, de azt megtesszük, hogy megnézzük, hogy működik-e a kapcsoló. Tehát a kapcsoló működik, akkor szerintem jól lehet látni, hogy bekapcsol, kikapcsol, tehát ebben lehet bekapcsolni. Mivel hogy itt irgalmatlan nagy áramok jönnek létre, látom, hogy tetszett komolyan venni a dolgokat, tehát úgyhogy ami biztos, én is célozok, tehát ne is tessék odafigyelni, tehát ez a lényege. Hát ugye az a lényege a dolgoknak, hogy most akkor föl kell töltenünk a kondenzátort, arra figyelni kell, hogy itt négy, tehát nem a kettőt sorosan fogom feltölteni, külön az egyiket, külön a másikat, amire még külön kell figyelni, hogy itt, amit szürkével jelölnek, az itt ennél a kondenzátornál pozitív, az ott meg negatív, tehát észnél kell lenni. Ha véletlenül valaki a töltés közben figyelne erre a műszerre, akkor azt fogja tapasztalni, a műszer, amikor hozzáérintem, ugye ez majdnem rövid zárásnak felel meg, le fog esni a feszültség, és akkor szép lassan cammogva fog fölfelé menni, 400 voltnál megállunk. Ha véletlenül valaki ezt a fölfele cammogást fölveszi, és azt úgy fogja ábrázolni, hogy a függőleges tengelyre a feszültséget, a vízszintes tengelyre az időt, ugye minden egyes képkocka között, ugye 1,25 szekundum van, tehát legalábbis a képrögzítésünk ilyen, akkor ugye ábrázolni lehet a feszültséget az idő függvényében, a kondenzátor töltődésének diagramjához is hozzá lehet jutni. Tehát akkor ugye pozitív, negatív, jó, akkor lehet látni, leesik a feszültség, és elkezd fölfelé cammogni, és 400 voltnál megállunk. Ugye ez a kondenzátorunk fel van töltve, jön a másik, ezt is föltöltjük, itt már kicsit lassabban cammog, mert merülnek ki az elemek, úgyni. Tehát akkor megvan, mind a két kondenzátor föl van töltve 450-450 voltra. Csak, ott, csak annyit kell tenni, hogy be kell kapcsolni. Látom, hogy tetszik félni, tehát semmi gond. Jó, egy kicsit annyit kérjük, hogy csöndbe kell maradni, mert egy nagyon érdekes hangot fogunk hallani. Tehát azt hiszem, hogy lehet hallani. És hát igazából, aki egy picit figyelt erre az indukcióra, akkor a következőt láthatta. Tehát a következőt láthatta, hogy a tekercsnek erre a felére is, meg a tekercsnek a másik felére is átlógott az egymenetes tekercsünk. Tehát az egyik felére abba az irányba, a másik felére ebbe az irányba ható erő volt. Tehát igazából nem nagyon volt. Bocsánat a hülye viccét, de gondoltam, hogy ezt nem hagyom ki, mert ebből valami élmény marad, és akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy a gerjesztő áram és a ráadott indukált áram, ugye antiparallel áramok, ezek taszítják egymást, ennek eredményeként ez az egymenetes tekercs összezsugorodik. És akkor, ha valaki ezt a gyűrűt, vagy ezt a tégelyt rendesen megnézi, hozom ide közel, hogy tudjunk mutatni egy-két dolgot, nem talál rajta szerszám, a nyomát. Tehát gyakorlatilag úgy alakítottuk képlékenyen, hogy semmiféle, hogy is a fizikai kontaktusba nem került egy másik testtel, és ha most véletlenül erre járna valami híres nyomozó, tudom is én, Elki Poáró vagy valaki eféle, és akkor odaadnánk neki, és azt mondják, hogy tessék komám, keresd meg, hogy mi volt az eszköz, tehát ugye próbálja meg nyomozó létére kideríteni. Akkor ha véletlenül járt volna a fizika órára, és tanulta volna, hogy az elektromágneses tér az anyagnak egy formája, akkor azt mondja, hogy megtaláltuk, hogy mivel alakítottuk, és hát egy ilyen alakváltozást tudunk kimutatni. Hát azt gondolom, hogy ez a pillanat, még egy pillanatra be fogom kapcsolni, csak azért, mert amit az elébb mondtam, azt komolyan gondoltam, hogy ez képes visszatöltődni. Amíg én ezt elpakolom innen, és előkészítem a következő kísérletet, addig hadd legyen rövidre zárva. Az a helyzet, hogy ezek a 9 voltos elemek, amik az ember sorba kapcsolja, akár fél ampernél, egy ampernél nagyobb áram is folyhat. Tehát ezek azért tényleg nem játékszerek, ezért aztán most ezeket innen gyorsan eltesszük az asztalról. Ennyit érdemes kivágni. Így. És akkor tulajdonképpen egy játékos elemmel fogjuk zárni az indukciót. És ez a játékos elem,
ez számtalanszor bemutattam, tehát biztos, hogy többen már ismerhetik. Én egy nagy átalakító művész vagyok. Ez annyit tesz, hogyha valami a kezembe kerül, ami mondjuk idejét múlt, akkor ezeket szeretem én átalakítgatni, és aztán tovább élnék itt a kezeim között. Amit szeretnék megmutatni, az ez a doboz, ez 93-94 környékén az intézetünknek a legnagyobb Winchesterét tartalmazta, tehát körülbelül ekkora volt ez az mérete, és ilyen dupla vagy háromszor ilyen magas volt, tehát ez egy 256 megabájtos Winchester volt. Hát ma néha egy-egy fénykép, meg egy e-mail nagyobb szokott lenni. Akkor egyébként az egész intézetnek a levelezése jól megfért rajta. Igazából amikor kitaláltam, hogy az anyagok mágneses tulajdonságáról fogok egy keveset beszélni, akkor tulajdonképpen föl lehetett tenni a kérdést, hogy vajon miért is fontos ennyire. Hát ha utána gondolunk, hogy ezekben a Winchesterekben mágneses módon tároljuk az adatainkat, tudom, hogy vannak újabban már SSD Winchesterek, de azért még zömében a mágneses adattárolásról nem mondhatunk le. És az, hogy a mágneses adattárolás mekkorát fejlődött, mondjuk 93-tól mostanáig, azt szerintem mindenki lemérheti, hiszen ennek a Winchesternek a méretét láttuk, a tömegét meg tudjuk becsülni. Azt is tudjuk, hogy a kapacitása 256 megabájt volt. Ami itt mellette található tápegység, ez 200 watt teljesítményre ad, lehet, tehát annyit le tud adni, az kellett ez a Winchesterhez. Ma egy Winchestert, ugye, amelyeket USB-ről működtetünk, azt tudjuk, hogy az USB az 5 voltos feszültséget ad, és maximum 500 milliampert. Ebből azt is tudhatjuk, hogy a teljesítmény az egy töredéke ennek, azt lehet, hogy kevesebb, mint a százada. És azt is lehet mondani, hogy az adatsebesség, amivel a Winchesterünkhöz hozzáférünk, az is irgalmatlan nagy, jellegzően egy 256 megabájtos Winchester persze nem gyártanak, de egy 1 terabájtos Winchester az is kisebb, mint így a tenyerem. Tehát ez azt jelenti, hogy ez alatt a rövid idő alatt valami irgalmatlan nagy fejlődésen mentünk keresztül, és azok nélkül, a tudások nélkül, amit az anyagok mágneses tulajdonságról mondtam, arról sehova nem jutnánk tovább. Tehát ez azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon fontos része a dolgunknak, még akkor is, ha az ember elsőre nem érzi. No, szóval kidobtam a Winchestert, akarom mondani, csak félretettem, mert azért abból is még majd lesz valami, és helyére betettem egy ilyen CD-lejátszót. Ez egy olyan CD-lejátszó, ami ma már megint nem divat, de olyan úgynevezett playgomb van, tehát komputer nélkül le lehet játszani egy zene CD-t. És ami még izgalmas, hogy alá még pont elfért egy erősítő, egy gépjármű erősítő. A gépjármű erősítőnek az a nagy, legizgalmasabb része, hogy viszonylag ilyen bolond biztosra van megcsinálva, tehát a rövid zár esetén sem megy tönkre, tehát finoman fogalmazhatom, hogy akár diák és tanárálló, tehát szóval hülyeállónak is mondhatnánk, de azért én ilyet nem mondanék. Na mindegy, szóval az erősítőnk bemenetére kapcsoljuk rá a CD lejátszónak a kimenetét, nézzük meg, hogy van-e benne valami lemez, tehát egy zene CD van benne, ezt fogjuk majd lejátszani. Bocsánat, de úgy látszik, egy kicsit megint elővett a takonykor. És akkor az erősítőnknek a kimenete, itt látható, ide az erősítő kimenetére tekercseket fogunk tekerni, mert hát ugye indukcióról beszélünk, meg áramok mágneses teréről, tehát akkor ezt szépen ide kapcsoljuk, így. Itt az egyik tekercsünk, van egy másik is, ezt ide teszem, hogy rögtön lehet vele majd kísérletezni. A másik tekercsünk az a másik csatornára fog, tehát jobb csatorna, bal csatorna, így ahogy kell. És na kérem, alássan. Már csak el kell indítani a CD lejátszót. Ha sikerül elindítani a CD lejátszót, akkor itt villogni fog ez a, ez sárgán fog világítani ez a lámpa. És akkor, ha minden igaz, akkor itt most a hangszóró áram itt folyik ebben a tekercsben. És hát az a kérdés, hogy mit tudunk ebből megállapítani. Az olyan kérdésem, hogy így vedd a két tenyered közé, így, úgy, és akkor kérlek, számolj be arról, hogy mi az, amit érzel. Hát, hogy amit kéne érezned, azt ki tudjuk számolni előre, itt egy változó elektromos áram folyik, hogy a zene ütemében, hol erősebb, hol gyengébb, oda tud,
de lódébb is, hogy ugye mindenkinek ugyanazt kell érezni, és akkor ennek eredményeként itt egy változó mágneses tér van emiatt a tekercs környékén, és akkor ezt érezzük, vagy nem érezzük. Hát az a helyzet, hogy érezzük, az az kell, hogy egy fizikatanár mágikus keze kell ide. Lehet érezni valamit? Tegyük vissza, itt az én, nézzük meg, hogy működik. És hát valamit lehet, mi kell hozzá, hogy érezzük. Egy mágnes, egy nagyon erős mágnes van. Ha ezt a mágneset fölakasztom, akkor szerintem jól lehet látni, hogy a mágnes, az állandó mágnes és az időben változó mágnes között a kölcsönhatás hatására elkezd leengedezni. Hát ez önmagában még nem merül a boldogsághoz, és azt kérésem, hogy tegyék már a fülüket az asztalra, és akkor megnézzük, hogy... Most már szerintem többen is hallják azt, hogy itt annak hatására, hogy ezt hozzátettük egy sugárzóhoz, ugye jelesül ez az asztalnak a fa részéhez, akkor gyakorlatilag rezgést ki tudjuk erősíteni. Na most természetesen a hátsó sorokban véhetően nem mindenki hiszi el, hogy ez szól, ezért aztán arra gondoltam, hogy keresünk hozzá egy másik rezonátort. Szerintem mindenki látta már ezt a rezonátort, egy szép kis üreg van fölötte, és ez a rezonátor lesz a mi kis főszereplőnk, tehát akkor azt mondom, hogy itt a mágnesünk, ez egy állandó mágneses teret hoz létre, itt a másik mágnesünk, ez időben változó mágneses tér, eredményként itt egy változó mágneses tér van. Mindenki emlékezzék vissza, hogy ez egy kiterjedt fémes vezető, nincs sehol fölmetszve, ezért, hogyha változó mágneses térbe tesszük, akkor megszólal. Tehát csináltunk egy nagyon egyszerű hangszórót, Mici Macko azt mondaná, hogy nem hifi, de mellékesen megszólal. Tehát, és ami fontos, nézzük meg, nem is kell, hogy hozzáérjen. Tehát ugye ezért a középkorban minimum megégettek volna, tehát hogyha utána gondolunk, tehát az a legkevesebb. És akkor ugye azt kell mondanunk, hogy a változó mágneses térben egy kiterjes fémet vezető, ebben úgynevezett Foucault-féle örvényáramok indukálódnak, amelyek Lenz törvénye értelemben ugye mindig az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekeznek, és így szólal meg ez a teáskanna hangszóró. Amit szeretnék még megmutatni, van ennek egy másik bemutatni való része, mégpedig, hogyha a Foucault-féle örvényáramokról szeretnénk még egy keveset beszélni, akkor veszünk egy laborpálcát. A laborpálcához hozzá stimmelő ilyen tartót, és amit én keresek, azt mindjárt meg is találom. Na tessék. Előbb-utóbb elő szokott jönni. Hoppá! Pedig csak itt kéne, hogy legyen. Pedig itt volt. Megvan. Szerintem megvan. Nem itt van. Egy alumínium szerkentyűt keresek, pedig tudom, hogy míves módon kikészítettem, csak... Aha, megvan. Ezeket az alumínium lemezeket keressük. Ezek az alumínium lemezek, ezekből lehet ingát készíteni. Szépen fölfüggesztem, és azt hiszem szépen látszik, hogy ezek ingaszerűen képesek lengeni, és a csillapodásuk nem is olyan rossz. Azt hiszem, hogy ezt szépen mindenki megfigyelheti, hogy az egyik az egy tömör alumínium lemez, a másik ilyen villaszerűen vagy fésűszerűen föl van metszve. És hát ezekkel kapcsolatosan fogunk egy kicsit kísérletezni. Most a mágnesünket picit átállítom, kiveszem ezeket a szűkítőket, és ide a pofák közé, de a pofák közé be fogjuk tenni ezt a két lengő alumínium lemezt, így. És amikor ezeket ismét meglengetjük, azt fogjuk tapasztalni, hogy az egyik szinte azonnal megáll, míg a másik lengedezik tovább. És ha tulajdonképpen megkérdezi valaki, hogy a kísérleti eszköz mit is akar bemutatni, hát ugye amikor ez a test így leng, akkor mágneses térbe kerül be. A változó mágneses tér ebben elkezdi körpályán keringetni az elektronokat, mégpedig olyan körpályán, ami az ő, tehát a
a változást gyengíteni igyekszik, tehát tulajdonképpen amit látunk, az nem más, mint egy elektromos fékező szerkezet. Ezt egyébként, hogyha ezt a részt innen kiszedjük, és egy kicsit megnöveljük a mágneses teret azzal, hogy a pofákat egy kicsit közelebb tesszük egymáshoz, akkor ez egészen jól föl erősíthető ez a hatás. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy annélkül, hogy összekoppanna, szinte azonnal megáll ez az alumínium, hogy a változó mágneses térben az indukált áramok lesznek azok, amelyek ezt azonnal meg fogják állítani. További kísérletet is szeretnék még ebben kapcsolatosan mutatni. A kísérletünk főszereplője egy résztömb lesz, és a résztömb, amelyet ide fölteszünk az asztalra, fölé egy erős mágnest fogunk betenni. Ugye nem felejti el senki, hogy az előző kísérletben ugye három darab ilyen kísérleti eszközből kettővel kísérleteztünk. Az egyik egy tömörlemez volt, ez volt, amelyik azonnal megállt, ez pedig, amelyik szinte alig csillapodott a mozgással, még azután is, hogy mágneses térbe tettük. Itt is szeretnék utalni, hogy teljesen zárt, illetve a nyitott gyűrű esetére ez annak felel meg pontosan. No, tehát akkor a kísérletünkben egy nagyon erős mágnest fogunk ráejteni erre a résztömbre. Ez a résztömb, ez egy nagyon jó vezető képességű anyag. Ha a változó mágneses térbe kerül, akkor az elektromos áramnak igen kis vesztesége lesz, és éppen ezért, hogyha itt fölött elejtjük, akkor ez nem is fog koppanni. Ugye ez a Lenz törvényéről beszélünk még továbbra is folyamatosan, én itt elengedem, és ahogy az elektromos vezetőbe belenyomulnak a mágneses erővonalak, elkezdi körpályára kényszeríteni az ott lévő szabad elektronokat, és azoknak a mágneses hatása fogja ezt fékezni. Nehogy valaki félreértse, tehát ezen a részen itt ez úgy esik le, ahogy az kell, tehát azt kellett volna az előbb mondani, hogy itt a speciális gravitáció árnyékoló anyagunk, de hát ezt meghagyjuk a politikusoknak. Na, tehát mindent félretéve, azt hiszem ez nagyon jól mutatja. Ez a kísérlet még tovább fokozható kétféleképpen. Az egyik, hogy fölcseréljük a szerepeket, leteszem a mágnest ide, itt valahol egy csavar lehet itt lejjebb, és ráteszem ezt a résztömböt, és amikor én ezt a résztömböt hirtelen lekapom, akkor így függőlegesen megemelem, akkor jön vele majd együtt a mágnes, és ez azért van, mert nem csak akkor fog elindulni az áram, amikor a mágneses erővonalak bemennek, és azok egyre változnak, és körpályára térítik az elektronokat, hanem amikor megszűnik, akkor is lesz egy áram, ami indukálódik, és ez az indukált áram, ez viszont egy vonzó hatást fog kifolytani. Tehát én ezt hirtelen megemelem, azt hiszem akkor nagyon jól lehet látni, hogy föl lehet emelni ezt a mágnest ennek a részdarabnak a segítségével. És nehogy valaki azt mondja, hogy paramágneses hatás, mert itt kimondottan indukcióról van szó. Térjünk vissza egy keveset, még az indukciós kísérletünkhöz, ez a teáskannához, illetve az ő tekercseihez. Ugye továbbra is szól a zene, és hogyha az indukciót szeretnénk egy kicsit könnyedebben megérteni, akkor azt látjuk, hogy a másik csatornához közelítsünk majd egy hangszóróval, amely hangszórónak az áramforrása ez a tekercs lesz. Tehát én ezt szépen ide teszem, és azt hiszem, hogy jól látszik, hogyha a két tekercset közelítem egymáshoz, akkor megszólal az a zene. És most akkor próbáljuk meg egy kicsit fizikus módra tájékozódni. Nézzük meg, hogy mikor lesz a legnagyobb a hangerősség. Szerintem az nagyon jól látszik, hogyha a két tekercs lehetőleg minél közelebb van egymáshoz, mert hogyha távolítom, akkor jól hallhatóan hallatszik a hangnak a halkulása. De nem elég önmagában az, hogy közel legyen a két tekercs, hiszen hogyha a két tekercset elfordítom egymással 90 fokkal, akkor megint csak azt halljuk, hogy nem hallatszik a hangszóró. Tehát igazából megint csak azt kell mondani, hogy abban az esetben lesz nagy a hangerősség, hogyha a gerjesztő áram által létrehozott mágneses erővonalak nagy száma fogja metszeni ennek a síkját. Ha elfordítjuk, akkor nagyon kevés erővonal lesz, az indukált feszültség az kevés lesz. Talán emlékszik még mindenki arra, hogyha a mágneses térbe anyagot teszünk,
mondjuk ferromágneses anyagot, akkor aznak milyen hatása volt például az indukció esetén. Megnézhetjük itt is. Tehát azt mondom, hogy fogom ezt a vastömböt ide szépen beleteszem. Aztán mindenki jól hallja, hogy egyre hangosabb és hangosabb lesz a zene. Abban az esetben, hogyha még további olvasgatás révén hozzájuthatunk a fizikakönyv olvasgatása révén, hogy esetleg megtehetjük azt is, hogy ezt a zárt, tehát tesszük, mágnesesen zártát tesszük ezt a kört, akkor sokkal-sokkal hangosabb lesz, és ennek eredményeként ugye akár tetszik, akár nem, előttünk van Déri Bláthy Cipernowski találmánya, a transformátor, amelynek van egy primer tekercse, egy szekunder tekercse és egy zárt vasmagja. És hát tulajdonképpen, ahogy mondani szokták, hogy nincs olyan fizika óra, amik el ne jönne a vége, ennek is eljött. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor előre mondom, hogy egy év múlva megint várjuk Önöket. Köszönjük a figyelmet! Még annyit szeretnék elmondani, bocsánat, egy apróságot szeretnék elmondani, külön köszönettel tartozom a Budavári Schönherr Stúdiónak, akik a műegyetemünkön, azok a diákok, akik önállóan működtetnek egy televízió és egy rádióstúdiót, hogy önnekik köszönöm a közvetítést, tehát amit itt helyben nyújtottak, illetve lesz egy archívumunk, ami rövidesen letölthető lesz a honlapunkról, illetve az internetes közvetítést szeretném megköszönni. Még egyszer köszönök mindent!